Borúszéltak Sirius-enek, ez pedig nem más, mint... Nem túl hangos a játék? Lehet, hogy nem. Szóval Hello, Borúszéltak Sirius-enek, ez pedig nem más, mint a keddesti stream. A keddesti stream, amiben Balázssal fogunk kicsit hangos, ugye? Így? Amivel Balázssal fogunk Crusader Kings-ezni, ez az elméletileg ennek a sorozatnak az utolsó előtti része. Amit pontosan ugyanaz, mint amit az előző streamben mondtunk. Szóval, mint ilyen, abszolút el tudom képzelni, hogy ez még egy párszor el fog hangozni. Ugye van, nem azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy valami végtelen izéhez érünk, értitek? Befejezéshez érünk, hanem az van, hogy ugye az adott korszak egy bizonyos ideig tart, és akkor akár meddig is jutunk el, amikor eljutunk egy adott évszámhoz, akkor igazából vége lesz a mókának. Ami amúgy nagyon meglepő, hogy még mindig a miénk egész Európa, de még van bőven idő elveszteni. Azt hiszem ezt ki lehet jelenteni, hogy van még bőven idő elveszteni. Mr. Mute, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 11 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Jobb így. Nagyon jó. Meg Balázs is egy kicsit levettem a hangot, mert mindig megel... Sarez, köszönöm szépen a 19 hónapot. Micsoda, van időm belépni streamre adózni? Lul. Nagyon jó. That's the spirit. Mithral, köszönöm szépen a 26 hónapot, nagyon királyok vagytok, köszönöm szépen, képzeljétek el, egy új módszerrel kísérletezek short content gyártásra, bedobtam a DaVinci Resolve-ba, nem tudom, 8 darab streamet, és akkor tudjátok, egy ilyen hangfájl, van egy rejtett hangsáv, amin kéne látnom azt, hogy hol van olyan dolog, amit vágni kell, és a 8-ból 3-nak nem tölt be a hangsávja az Istennek sem, de nem baj, a többiből összeválogattam egy halom nyersanyagot, és akkor majd a későbbiekben azokat fogom feldolgozni. Ma odáig nem jutottam el, hogy ténylegesen fel is dolgozzam őket, de that's that. De be van tárazva már nem tudom hánynak a materiája. Szerintem van olyan 10 darab van most így, tudjátok is, sok streamből berakva. Mitról köszönöm 26 hónapot, és remélem nagyon-nagyon szépen köszönöm a 48-at, ami 4 év. Akkor ne legyünk adósok. Így. A nagy birodalmak mind szétesnek. Igen, de hogy lehet, hogy ez még egy ideig így egyben maradna, értitek? Úgyhogy bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Nyilvánvalóan itt a trükk az lenne, hogy holnap is lenne háttérmunkaidőm, és akkor a holnapi háttérmunkaidőben finiselném azt, amit ma elkezdtem. De a holnapi háttérmunkaidőm az elmarad, megyek vidékre. Ami azt jelenti, hogy a holnapi háttérmunkaidőm az azt jelenti, hogy 4 órát vezetek oda-vissza, meg közben csinálok dolgokat. Adásvétel jellegű dolgokat, úgyhogy ja, izgalom. We good, fel vagyunk készülve mindenféle papírral, amit nem szabad elfelejtenem. Nagyon jó lesz. Szia Azar, szia Mati, milyen vidékre? Így is vidéken laksz. Hát még innen 2 órányi vidékre. Az a fajta vidékre. Predator, kösz szépen a 45 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Na, vidékezd le minket. Ez vidék amúgy. Ugye lassan vége ennek a macerának. Egy macerának vége, és akkor marad még 2 macera, amiből az egyik macera könnyű macera, és marad még egy bonyolult macera. Ami majd utána kezdődik el kiszortolódni, de valószínűleg tartok közben egy kis szünetet. Azt se tudjátok, milyen a vidék. Nézzétek, Békés Szent Andrásra megyek. Tehát, hogy ezt tudom nektek mondani. És ha időben végzünk, akkor sétálok egyet szarvasom. Nagyjából ennyi. Csatlakozzál még egyszer, mert elrontottam. Jézus Isten, haver, ki kell? Ugyanarra a kódra? Mert csak megyek Discordra, mint nem tudnak beszélgetni egyébként Balázssal. Cső! Ezek szerint nem tudunk beszélgetni Balázssal. Igen, így egyszerűbb, itt vagyok! Hello! Sarit. Hello! Szia! Szia, Bixmény, ezért tök jó, hogy itt vagy. Csatlakozik, én ugyanazzal a kóddal még egyszer. Mert elrontottam. Oké, most már besen a CK3. Várj, most bejön. Várj. Nekem most vacakolt a számítógépem. Mehetsz vissza.
Már jövök, elméletileg. Mit rontottál el? Csak hogy részletesen hát az... halljuk a dolgokat. Hát, azt, hogy nem fogadtam el, hogy te csatlakozz, mert oh, nem volt megnyitva a játék, és... Pepe Huanito, köszi szépen a 10 hónapot, nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Camilla C, köszi szépen a 23-at, és Szicsin, köszi szépen a 20-at. Nagyon király vagytok, srácok, nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen. Nem figyeltem, bocsánat. Addig igen, hogy nem fogadtad el, utána nem figyeltem. Nem baj. Ugyanis szabokat köszöntem meg. Nem azt mondom, hogy prioritások, ja, meg én dolgok. Is, én is nagyon sok szabot megköszöntem már. Az én apukám is nagyon sok szabot megköszönt már. Az én apukám teherautója sokkal nagyobb, mint a te apukád teherautója. Az én apukám meg helikopterre jár. Tényleg? Nem. Nem. Gyalog jár. De to be fair, 20 méter van a munkahelye, szóval... Oké, okay, de mondjuk azért még pont be lehetne röffenteni egy helikoptert. Nem a Tony az én apukám. Nem a Tony, pedig ha a Tony lenne, minden más lenne. Vagy hát dolgok lennének mások. Jó, szóval most már itt maradsz? Nem. Igen. Menjek valahova? Vagy zavarok? Vagy... Nem, csak lehet, hogy még akartál magyarázni valamit a nézőidnek. Ó, én magyarázok, lemutolom magamat, és aztán rámagyarázok a te magyarázásodra. Ez jól hangzik. Te Balázs, lenne egy kérdésem. Nem megyek veled békés Szent Andrásra, de elfogadok onnan sört. Oké, mit csinálsz a stream után? Nem Helltimers ezek, az biztos. Oké. Ami azt illeti, pont tudom, hogy mit csinálok. Nézzük a Három test probléma című amerikai színes skifi sorozat 6. epizódját. Oh, wow, színes skifi sorozat. Very színes indeed. Szóval azt, mert amit pont most mondtam el a nézőknek is, hogy jó hangzik Szikin, arra akartam mondtam, hogy nem, cserélni az audiómat, hogyha tönkre ment volna. Csak akkor tudjuk nézni, amikor hamar befejezem a streamet, és mert még nem alszik a család, de Bobó már alszik. És ez egy ilyen szuper rövid sáv az este folyamán. És csak ilyenkor van meg, amikor lehetőség, mert akkor nem streamelek azokon az estéken. Jó, úgy, tehát akkor nem azt akarod mondani, hogy hamarabb le akarsz lépni? Nem, azt akarom mondani, hogy 9 órakor, amikor vége a streamnek, akkor nem ülök át a pilóta fülkébe a csillagombolomba. Jó, az reasonable, azt abszolút értem. De nyilvánvalóan nem már veszed igazán komolyan a demokrácián. Ja, jó, akkor semmi. Srácok, hogy néz ki a hang most itt a cseten? Hogy Balázs hozzám képest, és a játék én hozzánk képest? Én hozzá képest hogy vagyok egyébként? Csak segítek egyszerre beszélni veled, hogy... Igen, hogy az úgy könnyebb legyen mindenféleképpen. De majd megírja valaki ügyesen. Most nekem is jön a feedback, úgyhogy köszönöm szépen, hogy adjátok. Balázs olyan hangos, mint te. Magyarországon néz komolyan venni a demokráciát, az teljesen biztos. A játék hangos, még mindig? És aztán fogadjunk, véget ér a zene, és akkor meg nem lehet hallani semmit a játékból. 38%-on áll, szóval beszélgethetünk még a... Jézus ereje, pedig én megpróbáltam ám időben belépni, csak... A világ nem úgy akarta. Kikészítem minden az asztalomról a szuper fontos doksikat. Amiket viszek holnap, hogy nehogy itt felejtsem őket. Az nagyon vicces lenne, hogy vért izzadtam az elmúlt héten, hogy meglegyenek ezek a doksik. És aztán itthon felejteném őket. Nézzétek, mit vásároltam a Oshamben. Mit vásároltam? Ó, a Legót mutatod? Legó. Nekem már elküldte, mert én ilyen benfentes vagyok, aki hamarabb láthatja. Ez fontos. Azt hittem a Legó küldte el neked, mondom. Igen, a Legó elküldte nekem a riportot, hogy te vettél egyet Debrecenben, az Oshamban. A havi vásárlások, amik lehet, hogy érdekelnek téged, riport, és így... A kormánytagokról is pontosan tudom, hogy mennyi Legót vesznek. És nem gondolnád, hogy kivesz a legtöbbet? Azért vald be, az vicces lenne, ha otthon hagynád. Hát, Sonic, nem, valószínűleg ledobná az agyam az égszíjat. Még így is azon gondolkozom, hogy mennyivel kéne hamarabb indulni, ha le akarom mosni a kocsit mellette. Amit alapvetően nem kell, mert nyilvánvalóan az ügymenethez nem kell, de olyan koszos ez a szegény kocs. Sokat nem számít egyébként.
Nem, az ügymenetben semmit nem számít, csak nagyon kosz. Nem, hogy általában a kocsi nem sokat javít már. De most, várj, te most beszóltál a kocsinknak? Nem, viszont az egyik legnagyobb regretem életemben, amit örökké bánni fogok, az, hogy amikor Viktor először elém jött a kocsijával, és megláttam a kocsiját, akkor nem az volt a reakcióm, hogy ezzel az ócskavassal jött idáig, maga bátrabb, mint gondoltam. Vagy ami ilyesmi. Igen, ez nem lett volna kedves. Kézi autómosó. Konor, ilyen önkiszolgáló autómosóba szoktam járni. Oda megyek, megnyomom a gombot, és így nyomom neki a különböző nagynyomású dolgokat. Van habos-babos, meg öblítő. Mennyire szokott neked kijönni egy mosás? Az attól függ, hogy mennyire húzom az időt. Ilyen 2000 és 4000 forint között. Wow. Most valószínűleg ez a 4000 forint irányba hajlik, ami most van a kocsin. De hogy ez ilyen izé, tudod, tehát hogy ez én azért szeretem ezt nagyon, mert utána kezeli a tehát hogy a szennyvíz, ugye az nem, tehát érted, hogy alapvetően itt a ház előtt nem moshatom le csak úgy az autót. Értem én, környezet igen. Dolgok, ingik. Balázsnak nem most... Skoda Fabia kombija van, neki valami csicska hát gyász autója van. Nekem nem olyan van, az biztos. Fehér ráadásul. Mostanában én is már ilyen típus automosóban mosom. És tök jó. Én nem tudom, én szeretem egyébként, és alapvetően ha tényleg koncentrálok, meg figyelek, meg nem vagyok egy idióta, és rájövök, hogy van egy kefés fej is, és nem kell csak a nagy nyomásra hagyatkozni, akkor azért megvan 2000 és 3000 forint között. Uh-huh. Szóval, hogy inkább 2000 forint, mint 4000. A 4000 az volt, amikor tényleg nagyon-nagyon sokáig csináltam amúgy. Mire várunk? Arra, hogy Balázs beengedjen a videójátékban. Technically nem. Arra várunk, hogy Viktor belépjen a videójátékba. Tölt a játékom. Tehát, hogy már be vagy engedve. Thank you. Thank you, Runner. Nem úgy van, hogy a kosszak megvédi az autót attól, hogy még koszosabb legyen? Nem. Nem, és most egy kicsit, most zavar már, hogy kinéz, mert egyébként, szóval, hogy ütött kopott az autó, tehát ez teljesen rendben van, de azért jól áll neki, amikor tiszta. De teljesen biztos vagyok benne, hogyha holnap lemosnám véletlen az autót mellett közben, akkor hazafele szakadna az eső. Teljesen biztos vagyok benne. Jó, nagyon jó időt mond a hétvégére, hogyha ez számít. Nem tudom, hogy számít-e. Már csak azért sem tudom, hogy számít-e, mert a legtöbb kosz, ami az autónkra ragad, az abból ered, hogy valami macska, vagy menyét, vagy nem tudom micsoda a saját szarába lép, és aztán végiggyalogol rajtam. Ez a legtöbb olyan kosz az autón, ami zavar, ténylegesen, az ilyesmiből ered. Egyébként teljes nonsense. Esőt és csütörtökre. Ó, de várj, ez szerda. Jó, mindegy, így fogom hagyni az autót, nem kellek azért korábban, hogy lemossam az autón. 89%! Hazudta Balázs! 90! Hát is megyek, hogy ne érjenek ilyen nemtelen támadások, át is jöttem ide. Hova? Hát ide a képernyőre, hogy lehessen látni, hogy áll, aminek állnia kell. Ó. Balázs azt mutogatja, hogy áll az, aminek állnia kell. És mindig a szélvédő közepén trappol keresztül. Nekünk hála az égnek a jobb hátsó ajtó mászik fel általában, és valahol a másik oldalon jön le, de azt nem tudom pontosan, mert addigra tiszta a lába. Amúgy egy mennyit sokkal rosszabb dolgot is csinálhatna egy autóval, szóval... Lehet, hogy csinálja, csak még nem vettem észre, nem? Azt nem tudom, hogy azt nem csinálja. A fék sose fogott. A miénk egy fa alatt áll,
amin griffmadarak fészkelnek, vagy én nem értem, hogy hogy tud madárból akkora termék kiesni. Múltkor volt az, hogy ilyen barátainkkal beszélgettünk, és akkor vigyáztak, jó múltkor, ebben sok hónappal ezelőtt, vigyáztak a gyerekre, és mondta, hogy az a terv, hogy elviszi egy automosóba, mert hogy közben egy madár ugye lekakkantotta az autót. És akkor így mondja, hogy jó, igazából nem tudja, hogy madár, mert akkora folt, hogy ezt nem, ő nem tudja, hogy ez micsoda. És aztán így persze, tudjátok, ezen így nevetünk egy jót, hogy a nagy folt, és aztán nem tudom, vagy a gyereket raktam be a kocsiba, vagy csak valamiért így ránéztem, és így a fél ajtójam volt. Tehát ugye a nagy folt alatt azt kell érteni, hogy az ablak tetejétől az ajtó közepéig egy ilyen nagy kiterjedésű első galaktikus irodalom méretű folt volt az ajtón. Szóval ja, ők nem... Mondanám, hogy nem szarra gurítanak, de egy pont azzal. Ó, várjál, le kell vennem a halálszámlálót. Végül is marad. Végül a gyereket automosóba viszitek fürdetni? Nem, de az ilyen szórakoztató dolog automosóba vinni. Ó, itt van Újvi. Szia Újvi. És érted így ide jó, hogy ha itt nem tudod, hogy ki vagyok. Számítógépes játékkal. Kihasználja a teljes nevével a YouTube-ot. Na, hol tartottunk az előző epizódban? Elfoglaltuk egy részét... Elfoglaltam egész Szerbiát. Én. Te? You are standing up with my achievement, not yours. A francba. Jó, ezt majd a történelem könyvekben majd valahogy kiszortoljuk. Mert egyébként én meg közben elfoglaltam egész Nagy-Britanniát, vagy legalábbis a maradékot, ami még nem az enyém volt, ami Írország, meg Skóciát az előző részben foglaltuk el? Szerintem igen. I guess. Úgyhogy azt is elfoglaltam, szóval srácok, az van, hogy a fehér paca az én vagyok, kivétel Izland, ami szintén fehér, szóval lehet, hogy csak azért el fogok hajózni Izlandot elfoglalni, hogy az én fehérem legyen Izland, és ne valami hótrandom fehér. Még itt a valaki az nagyon csúnya, azt kell, hogy mondjam egyébként. Az nagyon, azt ja persze, hát a szájba kell vernünk. Mert mindjárt kiderül, hogy várjál, milyen jó, te csúnya is, az izéje is, az uralkodója is az. Oké, okay, Holy War for Kingdom az már nem megy. Count Markónak vannak claimjei. Hát az... Sajnos... Hát ez a másik részére vonatkozik, nem csak... amelyik minket érdekel. Nem? Én engem nem, az mert... is érdekel. Csak mondom. Oké. Okay. Oké, okay, mindegy, ettől függetlenül az nem lesz jó. Hát itt Újvi, kezd szépen, hogy Zigizmundnak ajándékoztál egy szabot, hát nagyon egy király vagy, köszönöm szépen. Három hercegségéből lehet megoldani, alsó-felső Bosznia, meg Dalmácia. Vagy meghalok. Három. Ez is jó, ez is tetszik. És akkor a következő hogy királyomnak nem. Lesz megint egy... Na, igazából nem kéne meghalni, ugye? 45 éves ez a karaktered. Nem kéne. Okay. Abban csak a baj van általában. Mit szólsz, ha csak felajánlom neki, hogy legyen a vazallusom? Minusz 360-ra nem fogadja el. Az a bajod, hogy először is az a baj, hogy király. Igen, csicska. Másodszor az a baj, hogy minusz 50-re utál alapból. Minusz 35 a kulturális különbség. Minusz 80 a vallásbeli különbség. Micsoda? Ezt hallottad? Nem. Jó. És nem akarod elmondani újra? Szia Laci, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Szerintem nem ez volt az előbb. Hát ez van. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Képzeld el, hétvégén találkoztam egy sráccal, aki a kék túrát túrázza éppen végig, és volt kis füzete, amiben így pecsételgette a szakaszokat, és nagyon szeretnék ilyet én is csinálni. That's it. Ennyit akartam mondani. Én támogatlak, hogy segíthetek ebben neked. Sehogy. Sehogy. Megérdezem is a tőle. Szia Pepe! Tényleg, lehet, hogy most kéne csinálni azt a trükköt, hogy megnézzük a claimenteket, hogy kik azok, akiknek claimjük van erre az uradalomra, és beköltöztetjük őket magunkhoz, nem? Hát az a horvát király címet keresed. Annak van 4 claimense. Mondjuk az egyik eljönne hozzám az udvarba, az tény. Szóval valószínűleg hozzád is. A Jován Slobodanics. Jó, őt hogyan, hova kell ahhoz kattintani, hogy ez meg legyen? Sőt, ezek mind eljönnének, de durva. Előhozod, sok módja van, de én most úgy csináltam, hogy előhoztam a királyság térképmódot.
Oké, okay, királyság TS Dacsi. Kingdom Thai, igen. Oké, okay, megvan. Rákozítom a Kroáciára. Megvan. És akkor ott van a hét törpe. Négy. Négy törpe, és onnan én rákattintottam a Jován Szlobodanicsra, meg a Dobroszlávra is, és mind a kettő azt mondta, hogy eljönne az udvaromba. Invite to court. Na várjál, mert hogy ezek közül... Oh, Clement, a Clementek. Haver, nem lehetne, hogy valahogy ezek ne jöjjenek, és... Mert mi a bajod ezekkel? Hát így vannak. Oké, okay, melyik volt az a Jován Szlobodanics, de ő nem, azért, ő nem az örököse az egész Valákiának, ami most van? De. Jován az az örököse, valóban. Az nem jó nekünk, ha extrán. Dobroszlávot kell megnézni, mert ő viszont nem örökös. Ő nem kapna semmit. És tehát akkor... lehet, hogy az a közvetlen örökös nem megy háborúba az apja ellen, de a nem közvetlen az meg menne. Ó, akkor Dobroszlávot kéne meghívni. Mm. És mit szólsz, egy üzenetként meghívnánk mind a kettőt? For fun, ziz. Hát persze, the more the merrier. Ja, csak jöjjenek, és nem maradjon senki a Mogorva úri embernél, mert mindenki. Jó, küldök neki egy e-mailt, hogy jöjjön már. Tudod mit? Kifizetem még az utat is. Hát te vagy már úr. Bár anélkül is jön, szóval igazából mindegy. Nem, plusz 65 az, hogy elfogadja. Jó, küldtem neki egy e-mailt. Fizetem az útját szívesen. Mind a 25 aranyat a 68233-ból. 68000 aranyad van. Mhm. Uh-huh. Az nem rossz. Szerintem az elég szar. Az szerintem, a... és nekem 2000. Igen, jó, de az van, hogy neked megy az összes vallás. Tehát, hogy volt ez jobb is. És lenne is jobb abban az esetben, ha a pápaság a megfelelő kezekben lenne. Ebben nincs benne a pápasági bevétel, 715 a nyereségem. Tehát a profit. Ó, Jézus ereje, az nagyon durva. Úgyhogy van rajta egy mínusz 15%. Ez valahol nagyon szétesett a te nyereséged, meg az én... Hat éve befejeztem a kék túrát, legalábbis először, egy hónapon belül elhagytam a kitűzőt az utcánk végében, 6 év után meg lett múlt pénteken. Leharcol, wow. De megvan. Ó, Jézus Isten, de durva. Az van, srácok, hogy ez a pecsételős füzet, az magamnak kéne, nem, az annyira nem érdekel, hogy ők adnak egy kitűzőt. A gimnáziumom is adott valamiért kitűzőt, az sem érdekelt annyira. Tehát azért meg kitűnő lett az érettségim, vagy valami ilyesmi. Azt is elvesztettem. Nem, szóval ez a része nekem nem kell, nem is biztos, hogy visszaküldöm a pecsételős füzetet. Meghívt a Szlobodánékat? Meg, de nem megy az idő, szóval nem írják meg, hogy jönnek. Ja, indítsam el? Igen. Lehet indítani. Ez 424 van, és akkor ugye... Dangerous Faction! Dangerous Faction. Independence Faction. Surprise. Oh, de wow! Ezek actually szeretnek! What the fuck? Mindenki meg az anyja, kik ezek? Ja, ezek a skótok. Na várjál, mert a oké, nem ugyanazt nézzük. Én az izét nézem. Én az Independence Faction-t, amiben van két ember. Okay. Összesen, és mind a kettő kedvel. Úgyhogy okay, küldök nekik pénzt, hogy is. Kedveljenek még jobban. Van egy másik, az meg kizárólag a skótokból áll. Aha. Én lehet, hogy kineveznék egy skót királyt, nem tudom, mennyire szeretsz skót király lenni. Én nem szeretek skót királynak lenni, úgyhogy mindjárt egyek, azt keresek valakit a skót király címre. Szerinted mi a jobb ötlet, ha valami neve nincsen, senki házit nevezek ki, vagy valami erőset? Hát, hogyha neve nincsen senki az itt, akkor le fogják rakni a trónról 0,2 másodperc alatt. Az baj. Gyúk Pétert ajánlja hát valami. És ő mennyire kedvel téged most? 100-ra. Ki az a Gyúk Péter? Of Genoa, nem tudom. Ha az nem jó, nem jó. A Genoa az a másik irány. De miért ezt ajánlja akkor? No. Jó, várjál, keresek Skóciában valakit. Itt van például ez a gyerek, nem. Itt van például ez a csávó. Engem mindenki szeret. Jó, ez a csaj nem, de én se őt. Oké, viszont elég sok... A Sudrejári hercegné, ő viszonylag kedvel. Ő hol van? Helyileg? Hát a Sudrejári szigeteken.
Jó haver, miért onnan szednék valakit? Észak-nyugat. Észak-nyugat. Mert itt a területen két darab herceg van, az egyik a Lothiani, ő mínusz 34-re kedvel, a másik a Sudreari, ő plusz 12-re. Ó, plusz 12-es, hogy megvan. Legyen ő ha neki adsz még földet, akkor még jobban fog kedvelni. Mi van, ha neki adom a királyi pozit? Ezt mondom. Oké. Akkor ő megkapja, nekem ő szimpatikus. Mindjárt rájövök, hogy ezt hogyan tudom a legjobban megcsinálni. Jobb gomb, Grand Title. Oh no. Oh no, nénye. Skótland. Grand, no vazalust, nem vazalust kapsz, hanem annál sokkal jobbat. Titled. Méghozzá a Kingdom of England, Kingdom of Scotland. There you go. Oké, és akkor azt kell tudni, hogy... Probléma megoldva. Hát ezeket becsoportosítottuk a nénye alá. Úgyhogy most már csak a nénye lázad. De ő nem fog lázadni, mert plusz 100-ra szeret. Ja, és közben a másik lázadás is plusz 100-ra szeret, szóval szerintem we good. Jó. Akkor indítsuk el, azt takarodjanak haza. Úgy, nagyon helyes. Jó van, jó kösz gyerekek vagytok ti. Ezt megbeszéltük. Mi történt, hogy itt ennyi emberem van ruha? Na most azt kell megnézni, hogy akkor haza tudsz üzenni így, hogy megérkeztek már a zéjék? Jovánék, meg Dobroszlávék? No. Egy pillanat. Honnan is tudnám én azt, hogy ők megérkeztek-e? Hát, hogy ott vannak az udvarodban. Oké, okay, te hol vagy? Hol vagy te így helyileg? Yes, I guess. Ha rákattintok... Ó, nem, éppen jön. Nézni. Ő még így jön. Most már itt van, itt van az én területemen. Úgyhogy jövöget. Jövöget. Mert hogyha megérkezik, akkor meg kell nézni, hogy ha tudsz-e hadat üzenni. Szépen, Erik, azért, hogy megkérdezted, aztán megkérdezted, de teljesen rendben van. Köszönöm szépen, így jól kiraktad. Közben nekem Slobodán a véget ért a békém viszont. Mert elintézte a kancellárom valakim. Jó, megjött a... Ja, igen, nagyon jót írják a chaten, hogy még szólni kell a skótnőnek, hogy a ruha az nem okés. Ó, oh, tényleg, rácsörgök a skótnőre. Az a helyzet, hogy sokkal kevésbé tartom ezt a vallás dolgot, mint ti. Már ennél a skótnőnél talán pont. Meg az ír királyra is rá kell szólni, mert ő se kapta még meg a memót. Jézus Isten, srácok, veletek is csak a baj van. Na, arra gondoltam, hogy jó, a Skót néni ledobta a textilt, úgyhogy itt minden legnagyobb rendben van. És a bácsi is már hajítja lefele. Helyes. Na, ezt már szeretem látni, mint pápa. Tehát a következő kérdés az, hogy akkor valakiját meg lehet támadni. Engedi-e használni a Casus Belli-ket? Egy pillanat, csak kódot kivágott a Nightbot, és megbeszélem vele, hogy ne csinálja már. Mely azt jelenti, hogy én... Oké, okay, szóval... Itten van, eztet szeretnénk megtámadni, veled szeretnénk háborúzni. Miloslava, Kanta Dobroszlava, Kingdom of... Igen. Hát úgy néz ki. Képzeld el, volt egy kardom, és... kitalálta a kovácsom, hogy volt két kardom. Volt egy sima kardom. No fucking hell. Eltűnt a kardom, mert háborúba mentél. Ó, oh, ne haragudj, de a prioritások. Volt egy kardom, nem tudom mi volt a neve, Robrecht kardja vagy valami ilyesmi. Meg volt egy kardom, Muhammed kardja. Uh-huh. Muhammed kardja. És kitalálta a kovácsom, hogy ezeket össze kéne ötvözni, és összerakta a kettőt, összeolvasztotta, és így meglett Jézus kardja. Jézus. Jézus kardját viselem az oldalamon. Azt mondjuk azért az nem rossz, de hogy ő így nem ács volt, annak miért van kardja? Híres.
hát meg úgy tudod, olyan békés, kicsit békés fajta embernek mondják, de valószínűleg nem így ez az igazság, mert akkor nem lett volna kardja. Szóval. Nekem az a helyzet, hogy ez az érzésem, hogy... Hogyha annyira békés volna, akkor... érted. Akkor what's up with the card, Mr. Jézus. Akkor what's up with the card? Jó, ez most akkor te csinálod ezt a háborút? Kellek én ehhez? Kell lesz. Miért? Amihez tartás véget. És szeretném, ha küldenél pénzt is. Hogy, mi, van 60 ezer forintod, minek neked pénz? Amihez tartás véget. Amihez tartás véget. Ez egy védelmi pénz, hogy te szép országod van. Milyen szomor benne a történelem. Yes, ez az. Na, jönnek 23 ezeren így velem szembe, én akkor most összeszedem ezt a 150 ezer embert. Szerintem az menni fog. És aztán elindulok felé. Megfordultak, úgy döntöttek, hogy ők inkább nem erre jönnének. Mert a császár nem tud bánni a pénze, azért, mert mínusz 70-be kerül az, hogy az egész seregem áll. Azért. Kifogások. Te vagy már a kifogás. 44-es development, 50-es. Jó, akkor ezt megtartjuk. Menekülnek a gyíkok, Balázs. Menekülnek hát, a gyíkok. Teljesen fölösleges én most, hogy beleavatkozzak ebbe. Pom-pom-pom-pom-pom, tessék szépen partra szállni, és... És harcolni, ez itt egy közös jó. Ügy. Jó. Hogy szálljak partra? Már ott vagyok. Nem kell partra szállnom. Szállj valahogy partra! Szállj először hajóra, és aztán vissza partra, vagy valami. Nagyon stresszelek, mert nem bírok már egyszer ennyi szeretővel, mint amennyi nekem van, de... Mondjuk azért ez elég szomorú. Ezt ottan erős leszek. Összeszeded magad és megteszed, amit meg kell tenned? Összeszorítom a fogam. Vagy a kettőt egyszer elintézem egyben, és akkor mikut. Szia, Dwarf! Mi a helyzet? Hogy vagy? Nem annyira tetszeni. Megtámadom a fővárosukat, mit szólsz? Jó, én meg megyek a tényleges aktuális Vorgolhoz. Nem, az egész a Vorgol. Az egész a Vorgol. Volt krém az egészre, úgyhogy rákattintottam. És akkor a melyik srácnak az igényét visszük, bár én is meg tudom nézni. No. Az egyik. Az egyik, igen. A Dobroszláv. Dobroszláv. Izgalmas. De ne csináld, haver, ne vedd el az irányítást, miközben... Oh no. Éppen most akarom kialakítani az elit alakulatot. Yes. Bekapcsolom a War Score, viszont ugye itt most nem jól működik, mert ez a régi verzió, és be van frissítve. Úgyhogy nem láttuk belőle semmit, szóval kikapcsolom. Igazából, that's it. Ez egy rövid történet volt. Okay. Na hát én itt végigpusztítok a területein. Én nálam... Én ezt nem értem teljesen. Oké, megvan. Na, eltűnt. Szóval levettem a 150 ezeres seregből a 10 ezer főt, és eltűnt a 140 ezer. És csak a 10 ezeret láttam, mint ikon. És... És az volt az érzésem, hogy ez így bizony nem fog jól menni. Igen, ez elég bosszantó. De ez csak... Csak vizuális, úgyhogy minden legjobb rendben van. Front end. Available perk. Oh yes. Hit and run. No. Siege weapon. Persze, a siege weaponök azok legyenek siege weaponebb weaponök. 95%. Mindjárt kitalálom, hogy... Szerintem lassan. Ja, valószínűleg még valamit csinálunk, és aztán ezt a területet is hozzácsaphatjuk a területeinkhez. Ami azért jó, mert kezd elfogyni a hamuban sült pogi, de az ő seregeit tekintve jobban. Szóval minden rendben van. Ó, lehet, hogy egy hegyi ütközetem, ez kialakul.
lehet, hogy sikerül elkapnom a seregét, ami egészen eddig csak masírozott fel le. Mindegy, mert mennyire megnyerjük, mert beveszem az erődöt, de nagyon szép munka, gondolom. Hát még... Ó, utalértem! Ó, ezt a csatát most már megvárjuk. Jó, nem várjuk meg. Fölöslegesen halnak meg emberek mind a két oldalon. A béke sokkal fontosabb. Én békepárti vagyok, ha engem kérdezel. Na! Na, megvan ez is, még sincs este. Hát ezt elfoglaltuk, annak rendje és módja szerint. Mi a következő lépés, Mister? Én befejeztem a teljes fát. Ó, oh, most fejezem be a fát. Hogy őszinte legyek, nem tudom feltétlenül. Mindjárt kitalálom. Bencix, nagyon én szépen vagy. Köszönöm az 55 hónapot. Mi a helyzet, hogy ez vagy? Szia, Vivi! Mi a helyzet? Akkor, jó, ez is megvan. Én akkor át kell, hogy menjek egy másik perk fára, mert ezt befejeztem, képzeld. Ha. Abszolút, nagyon szép munka. Készüljünk fel lélekben, lehet, hogy most jönne az a rész, hogy elkezdünk felkészülni lélekben arra, hogy... hogy egyszer csak el fogom veszteni így a... Érted, meg fog halni az uralkodóm. De már csak egyen kell túlmenni, már csak egyszer kell átadni a hatalmat, és azt túlélni. Biztos és vagy benne? Tehát nekem azért voltak streamjeim, ahol ez 3 volt. Csak mondom. Jó, nem vagyok benne biztos, de ideális esetben. Csű, mekkora területeim vannak, Jézus ereje. Szerinted háborúban áll a... Nem. De, hát, ja, Skóciában ott van valami háború. Na ez gyors volt, már is fellázadtak a királynő ellen. Tudok neki segíteni? Hát pénzt tudunk neki küldeni, azt talán okosan fel tudja használni, de ennyi. Küldem, nem tudok beszállni a háborúba, így nem tudom, vinni nem. Pár embert? Nem. Ez szomorú. Pedig nagyon-nagyon szívesen segítenék neki megőrizni a hatalmát. Ezt függetlenül nem tudsz. Én már nem nagyon élek túl 1453-ig, igaz? Ez még 27 év. Hát... 27, 59, 89, az nem lesz meg. Nagyon sajnálom. Akkor sem meg a learningre állok, tehát itt mindenképpen lesz egy... Egy igazi megtiszteltetés volt veled szolgálni, ezek alatt a hosszú évek alatt. Okay. Csak azon gondolkozom, hogy... Igen, hát ugye egyrészben szerintem ez milyen, ez a negyedik rész, amiben ez a karakterem történik. Van. Vagy ez a harmadik? Ez a harmadik, ez a negyedik. Valahanyadik, lehet, hogy hazudik a cím, de úgyis, még a lányom, ez előfordul. Csak, ugye a legkisebb lányom örököl, ő 10 éves. Nem az adás akadozik, a játék akadozik, és azért várom már, mint a megváltást a végét. Nagyon rosszul fut a játék már. Nagyon rosszul fut. Az érdekes. Nagyon csúnya a lányom sajnos, de... Mondjuk ez... Hát what can you do? Ez nem egy... Ez nem... Szóval, hogy... Te nem fogalmazhat... A te karaktered nem fogalmazhat meg ilyen kritikát. Én holland vagyok alapvetően, ami a szívemben az a számom. Igen, meg tudom, a férfi, hogyha egy fokkal szebb, mint az ördög, akkor we good. Ez genetika, Balázs, te tehetsz róla. Ez gépet genetika, kéne fejleszteni, én nem? Is, ez... Én is csúnya vagyok egyébként, sőt, én hideous vagyok, tehát ocsmány. A lányom ehhez képest csak homely, ami a legenyhébb fokozata ennek. Na, hát ez látod. Szerinted akarunk tengerpartot a görögöknél? Van már, a világ összes tengerpartja nálunk van. Nálam. Hát, ja, I guess. Vannak hideg tengereink, meleg tengereink, van óceánunk. Van mindenféle egyébként tengerünk. Nem nálad, nálam is. Tehát ami tengered van, az nekem is van, mert én is ott vagyok az északi tengeren, én is ott vagyok az Atlanti óceánnál, a mediterrán tengeren. Na, egyébként tényleg ott vagy amúgy. Tirén tenger, vagy pedig a Tirén tenger. Szóval, please. Please. Szia, Ramelior. Hova fejlődhet tovább ez a birodalom? Hát az Abbadidok az ilyen... Elég jó ilyen endgame bossnak tűnik. Miért ők erősek, vagy így? Hát 70 ezeren vannak.
Jó, de hát mondják 160 ezeren. Oppá, és ebben a pillanatban kivált Aragónia belőle. Jó, hát ez akkor mindegy. Akkor mindegy is. Titles can be created, na nézzük. Dachi, Northern Isles, Dachi. Jó, Dachikat nem create-elek, mert ezt utána el kell. You could declare wars, 20. Na nézzük, milyen? Ajaj. Rip. Én hamarabb látom ezt, mint ahogy álltom a Viktor látja. Ajaj. És nem azért, mert inkább, hanem mert így működik a játék. Szóval, ja, rip Viktor. Itt van már is a kis Nikolász, aki egy jó megtermett lagény, 30 éves. 8-8-9-4-19-28. Szerintem engem megöltek. Duke Lambit megölt. Valóban, Duke Lambit of Leinster. Jó, hát tényleg ez... Tényleg megöltek. De miért öltek már meg megint? Hát mondjuk azt tudom elképzelni, hogy ő nem volt túl boldog azzal, hogy elfoglaltad Írországot. De ez engem nem érdekel, mire van a titkos szolgálatom? Hát alapvetően sakkoznak, meg ilyen gittegy lehet a dolog. Medicine-re kell fókuszálni, hogy sokáig éljek? Igen, de ezen a ponton még neked nem számít, mert még így fiatal vagy, meg erős. De majd el kell kezdeni dolgozni rajta. Majd igen. A baloldali fát ajánlom, hogy sokáig élj. Vagy baloldali ágat. Gonosz vagy, de csak nem is vagyok gonosz! Ez a királyné Jézusom a nénye! Mert mint hogy azt akartam mondani, hogy Steward akarsz lenni, ugye? Ha? Jó. Őszinte, generous, forgiving, compassionate-ként az a Viktor karaktere azért abszolút legendary virtuous karakter volt. Tehát, hogy konkrétan négy tulajdonságából három az erény. A vallás szerint is erény. És a negyedik az meg bőkezű, tehát az se bánt senkit igazából. Na, viszont rengeteg lett a bevételem így. Vagy hát nem a tiédhez képest. Lol. Ja, nem rossz. Várjál, van még mindig izém? Van még mindig. Swingelem a scale-t a balanszban. Az még mindig megvan? Persze, még mindig émelek itt a random duddal, aki valamilyen oknál fogva most megörökölte, érted a... Aj, készen állsz arra, hogy most mindenki fel akar majd lázadni? Elképzelhető, hogy mindenki fel akar majd lázadni, de figyelünk. Let's go. Nézem, előhoztam a képernyőt. Nem lehet baj. Lehet attól még baj. Good. Ott egy Liberty Faction, de az nem gond. Van egy... Outliving a Child. Oh, szülés közben meghalt a lányom. Hát ez elég szomorú. Egyébként. Oké, a Liberty Faction az kinda erős. Meg van egy Independence Faction is. Akik szintén elég erősek kezdenek lenni. Ott van, aki nem gyűlöl téged nagyon. Tudod, hogy az elején mindig gyűlöl mindenki, de én is gyűlölöm magam. Hát az előző karakterem mennyire cool volt már. Az utolsó, a Juditta, ő nem gyűlöl nagyon. Őt ennek is pénzzel rávehető, hogy ne csinálja. Melyik? A csaj? A Juditta. Juditta, that's just Juditta. Hát azért az a 18-es, ahhoz nagyon sok pénz kell. 27 opinion, az szerintem az nem lesz elég. Jó, nem tudom, kinek a fisztjén voltam. Jó, ez melyik? Ez az Independence Faction. És akkor ha jól látom, akkor mindenki, aki van alattam, szeretne szabad lenni, ugye? Az megvan, hogy annak a csávónak az édesanyám adta a trónt. Ja, ezekkel nem foglalkoznak általában. Jézus ereje, haver! Hát édesanyámtól kaptad a trónt, hát megfejellek! Hát az saját két kezével vájta ki neked a széket, amiben ülsz! Majd fel kell vinni, mielőtt fellázadnak, vagy amikor fellázadnak, nem tudom melyik, a Crown Authority-t. És azzal ugye kiszered a vitorlából a szelet. Ja, felvigyem már most, biztos, ami biztos. Vagy majd akkor. Nem, mert akkor még többen csatlakoznak.
Jó. Majd akkor, amikor már azt írja, hogy they can send an ultimatum anytime now, vagy olyasmi. Az ultimatum, hogy ez nem tűnik parának. Meglátta a karakter, hogy hazugsággal vádolom, megsértődött és inkább bele is halt. A kedvenc karakteremet ölted meg, Vivi. Amihez hozzá tartozott, hogy azért volt a kedvencem, mert olyan sokáig élt, hogy hozzám nőtt. Ja, pont a stream elején, vagy még a beszélgetésünk alatt büszkélkedtél vele, hogy már harmadik stream óta él. Ez a stream címe! Hát akkor főleg. Akkor ami most már némi frissítésre legyen. Szorulna, tehát ezt belátom, hogy... Igen, ez valahogy elavult. Hogy ezt most már ezt illene, azt hiszem egy kicsit frissítenem, mert ez így nem az igazi. Egy huszárvágással. Igen, ez most már nem aktuális annyira. Álljak be a másik frakció elé, mert lehet, hogy akkor ugye meggyilkolnak. Az Independence Faction elé beállhatok, amíg lenyugodnak a kedélyek. Berjük őket szájba! Ne akarom. Oh, várj, az Independence Faction. De mondjuk 92%, az nem olyan vészes, nem? Nem vészes, tényleg. Tehát simán meg tudjuk verni, az nem kérdés. Hát akkor szerintem ne trükközzünk, mert ha meg megölnek, akkor meg megint csak kezdjük az egészet előről. Tényleg, ha megölnek, akkor ki örökösen? Egy 4 éves, Ondrej. Square Enix, verjük őket szájba, ahogy annak történnie jó. Kell. Viszont vidd fel most a Crown Authority-t, mert most már megyek anytime. Crown Authority-t felvinni. Passzoltam a lót. Ja, most az van, hogy most még többen lesznek elégedettek, tehát még többen csatlakoznak az Independence Faction-höz. Nem vagy baj. Vagy a Liberty Faction-höz. De azok valószínűleg ki fognak menni, amint visszamegy a Crown Authority. Mindenki ki fog menni, it's fine. Nem akarunk Észak-Afrikában földeket? Nem akarunk először megvárni, hogy túlélje ezt a karaktered a harmadik évfordulóját a túlélépésének? Várj, Liberty Demand. A Liberty Faction az melyik? A Liberty Faction az a Crown Authority is. Oké, akkor I guess I have no choice. Yes. You don't. Jó. Oké, akkor ez meg van beszélve velük. Azt tudod, mit jelent egyébként, hogy új királyom van? Hogy megint elérhetővé vált a legjobb Cassus Belli. Így van. Cool. Megint, most már csak azt kell eldöntenünk, hogy milyen irányba akarunk terjeszkedni. Aragóniát meg lehet enni egyben, kb. De ez olyan kicsi. Én Zaporizián nézegettem, az egy tök nagy paca a térképen. Vagy Kazáriát. De azokat nem eszed meg az egészet egyben, mert nem subjugation van, és az is lenne, azt nem tudnád használni. Oh. Hanem... Oké, okay, Svédország. Hát, hogy itt maga a királyság részeket, magukat a királyságokat húzott be. Ezért általában érdemes a Kingdom Titles térképmódot figyelemmel kísérni. Na várjál, mert nem vagyok benne biztos, hogy a gyerek tanul. Nem tanul, számítózik. Na megint számítózik. Garantálom, hogy számítózik, nem tanul. Jó, van Guardian-je. Ha van Guardian-je, az jó, ugye? Az jó, mert akkor mondja neki, hogy tanuljon. Hogy megáll, meghalt az egyik gyerekem. Oh boy. Sajnálom. Két hónap múlva jönnek az independentisták. És mit szeretnének? Mert hogy hányan? Independentet. A 108%-ra gondolunk? 108? Aha. Uh-huh. Ja, ők. Jó van. Köztük igen a valaki, akinek a drága megboldogult. Nézd, mindegyik az édesanyám. Ott van a skócsa is, hát megáll az ész. Mindegyik édesanyám csecsén nevelkedett, aztán ezt láthatjuk. Amint hátat fordít az életnek, azonnal már kopogtatnak is azért, hogy mennének. Figyelj, én összehívom a seregemet, és már most elindulok északnak. Jó. És én rendbe teszem az íreket. Gyújtsd rájuk a házat, mutasd meg nekik, hogy...
Nem, mutasd meg, írja, jó, de Skót, megszületik is Freedom. I don't care, megyek a szájba verem. Vagy hát, most specifikusan Balázs megy szájba verni, nem ez a lényeg. A király szavát hozom, és a király öklét. I will not be threatened! Jó. Maybe I will. Oké, egy pillanat. Be tudtam segíteni. Dangerous faction. Az előző streamben ugye valamiért nem engedte, hogy belépjek, de most már engedi. Ne aggódj miatta annyira. Jó. Egy picit aggódhatsz, de csak az angol király címet akarják. Azt én azt láttam. Én nem adom Angliát, ezt csak mondom. Már Londont elveszítetted, szóval tök mindegy. Hogy veszítettem el Londont? Odaadtad valakinek. De aztán ezt visszakaptam. Nem? London az enyém. Jó, tényleg. Tényleg. Ó, ne, te lemaradtál arra, hogy én a politikai igazi mestere vagyok. Az te vagy. Hey. Az te vagy, by all means. Hey. Szépen tessék az uralkodóval beszélni. Ez kinek szólt? Neked. Meg az ellenségeknek is. Jó, én azon gondolkoztam, hogy a magyarokkal kezdek, amihez tartás véget. Jó. Maximum a politika mestere. Red Rock, te meg vagy a másik, aki szépen tessék beszélni az uralkodóval. Jó, kezdhettem volna egy kicsit távolabb is. Na, megszületett a következő babóca. Tökösebb újsakár. Majd küldj egy idézést. Jó! Majd küldök egy idézést. Olyan idézést küldök, hogy... A serege amúgy felét fog menni a skótoknak és az íreknek is, de egy percig se aggódj miatta. Hát azok én... elég messze vannak azért az, hogy aggódják. Én meg szétostromlom addig az országát. Jó, jó, majd ha ide érnek, elkezdek tömbösítve aggódni. Az a pánik, a tömbösítve aggódás. Igen. Ilyen 8 napos ostromokkal azt kell számolni egyébként. 23%. Erre pár évre lehetnék a birodalom hivatalos tolvaja? Hát az el kell lopni valamit, fenyves, az a helyzet. 35%. Én még nem értem el az első objektívemet, de it's fine. Neked nem is kell csinálni semmit, csak dőj hátra, jelvezd a datójákat, nem tudom mit tesznek az dagyurak ilyenkor. Nem tudom, de amilyen ducó, nekem nincs, de van. Jó, van spouse-om is. Nem kaphatok warscore-t, mert nem működik a warscore. Látjátok, ilyen szar, mert ugye az legutóbbi patchben fontos része volt a patchnek, hogy 3 pixellel feljebb került. Gyula, köszi szépen, 40 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Akkor, és azt kijavítottam, ezért az új verzióban már jó, csak ugye itt nem. 63%. 85. 25? Csak nem bevettél valamit. De? Egy kis Advil Ultrát. Ja. Hát most menekülnek előlem, és nem vagyok benne biztos, hogy üldözni akarom őket. 89, nem is kell. Ne, az a helyzet, hogy közben szeretnék velük harcolni amúgy. De miért? Mert szeretném, ha lenne egy csata is, és nem csak ilyen foglalásokból lenne az összes izé, tudod. Speedrun any percent. Warscore-unk, hanem így. 87%. Gyerünk. Van egy 99. vörös koponya, but who cares? 88, god damn it! Csak elkezdtek dolgozni. Ki, hol ostromolgatnak? Nem nálam. Nem a fővárosodnál, akkor nem tudom, hol ostromolgatnak. Hát ja, itt látom, mennek a fővároson felé, kicsit félek, hogy itt az a céljuk. De átvonulok itt egy szomszéd országon, persze, legyen kettő. Igen, Ren van, tehát Észak-Franciaországban ostromolgatnak. Csak szuper lassan haladnak. Na várjál, itt az ideje megcsinálni ezt a sereg tingit. 100%. Hoppá! Ez mennyi volt? 11 hónap.
Na, hát ezek vérbe lettek folytva, és gondolom mondanom se kell, hogy Jézus Isten, most jön az a rész, hogy mindenkit elveszek mindent, és kiosztok mindent. Oh God, please no, God no. Harmadik Árpád is börtönbe került, a magyar király. Mindjárt el is veszek tőle mindent. A Karling Borsod házból. Jó, na, hol van a kedvenc skót csajom? Na, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen csalódtam benned. Nagyon mélyen csalódtam benned. Nagyon-nagyon mélyen csalódtam benned. Szégyeld magad. Hol van a kedvenc szépszakállú Árpádom? Nagyon mélyen csalódtam benned. Nagyon-nagyon mélyen csalódtam benned. Hol van a kedvenc még szép-szebb szakállú Loiszom? Haver, nagyon mélyen csalódtam benned. Nagyon-nagyon mélyen csalódtam benned. Megérte ez? Megérte? Én a múltkor, mikor felhelyezett a kellene, a vazallus amikor... limitem fölött vagyok, akármit is jelentsen az. Akkor... A 85 fölött vagyok héttel, for now. Jó, mindegy, hogy megoldjuk. Ezt az ikont még nem láttam soha. But it's fine. Benned is nagyon-nagyon mélyen csalódtam. Nagyon-nagyon mélyen csalódtam. Rólad azt se tudom, ki vagy. Ó, te az ír. Jó, benne nem csalódtam nagyon. De már nem is vagy uralkodó. Ó, Jézus Isten, még az arcodat is ketté vágták. Meg is érdemled, haver. Ó, benned, te, az édes anyám szerezte neked azt az egész királyságot. El is veszem tőled, mondjuk így is marad egy title-ed, szóval... Pukadjál meg, azt is elvenném, ha szabadna. Ah, Denmark. Ó, nem tudom elvenni. Elfogyott az erőforrásom, hogy elvegyem a többieknek a dolgait. Jó, akkor te ezt most megúsztad! Mi az, hogy elfogyott az erőforrás? Ez mit jelent? Hát azt mondja, hogy ahhoz, hogy elvegyem... Várjál, lehet, hogy nem, lehet, hogy neki már nem szabad elvenni. És akkor ahhoz... Ah, no! Kéne még 74 korona hozzá. Ja. Elfogyott a prestízsed? Szia, Flo! Lehetséges. Jó, az van, hogy elvettem mindenkitől mindent, aminek lehetséges, hogy az a vége, hogy 39 földem van a 8-ból. Szia, Gemini! Szia, krumplis tészta! Szia, légvédelmi gépállat! Abból kiindul, hogy az uralkodónk mesztelen. Van egy érzésem, hogy a haderő fejlesztés helyett a magánpalota fűtésére ment a pénz. Szájba vertünk ettől mindenkit. Na, osszuk el valahogy az új területeket, amik visszakerültek hozzám. Ez a kedvenc részem. Nem olyan szörnyű, hogyha csak annyit csinálsz, hogy odaadod az egész királyságot szőröstül-böröstül valakinek, és akkor ő majd meg szétosztogatja. Na, kezdjük Magyarországgal. Ú, Jézus Isten, mennyi királyságom van! Haver, ez ilyen, ez a gyűjtsd össze mindnek a... Várj, megszámolom, hány királyságom van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 darab királyságom van. GG. Jó, ezt kezdjük el. Kezdjük el szortolni. Itt van ez a Magyarország dolog. Kinek adnánk ezt oda? Ki az, aki kedvel minket Magyarországon? Lenne egy tippem. Oké, te egészen kedvelsz. Mondjuk öreg vagy, mint az országút. Jó, te kedvelsz. Nagyon jó. Hogyan tudom odaadni a title-lel együtt az összes földet is, ami ott van? Hát elvileg kijelöli, hogyha... Kijelöli, jó, akkor megnézem. Kingdom of Hungary. És that's that? Csak simán és rá... akkor alatt lévőket is kijelöli, nem? Nem, magától nem, de hogyha egy végig kattintok mindent, ami ott alatta akkor, van... Ha akkor igen, akkor az is számít. Oké, szerintem most rá tudsz nézni a streamemre, vagy ez nem így működik, hogy... Rá, persze, csak nincs megnyitva külön, mert így is haldoklik a
a framerate. Azt mondja, pontosan, hogy... Pontosan, Balázs szájba vert mindenkit. Ilyen, nem? Ginger az útban. Mm. Balázs nem vert szájba. De jónak tűnik. Oké. Okay. Lemutolt egy olyan hangsávot, amit nem tudta, akkor viszont egy ideje nincs hangunk. valószínűleg, nem tudom, van egy gombom, ami valamiért azt mutolja. Szia Gemini! Pánik gomb. Lehetséges. Nem mondott, jó, akkor nem Szicíliát azt jó. Azt mondta Balázs, hogy neki vannak földjei Szicíliában, ne adjam már Szicíliát, mert fél, hogy elveszti őket. Nagyjából ezt mondta. Nem tudom, mi történik akkor, igen. Jó, semmi baj. Amit biztosan tudom, az nyilvánvalóan ez itt. Ezt itt el lehet passzolni. Ezt tuti biztosan tudom neked mondani. Mondjuk nem szeret senki, szóval voltak éppen mindegy. Oké, ha mindenki 100%-ra utál... Miért utál mindenki 100%-ra a hercegségek miatt? I don't know, mi mondom. Miért utálsz nénye? Azért, mert kevés ideje uralkodom, azért, mert túl sok a dacsim. De most kezdjem a dacsikkal a kiosztást? Nem, tehát a dacsikat kiosztod a királysággal együtt, mert onnan származnak. Te ugye kiosztottad a magyaroknál is, bár a magyarokat nem sikerült jól lemenedzselni, úgy látom. Miért nem? Hát meg, például... Még tőled is megkérdeztem, hogy mit adjak oda. Ez egy dolog, de ettől függetlenül, ja nem, itt ilyen funky dolgok vannak. Ne, magyaroknál van funky dolog, de ez már régóta van. Tehát a Bihar vármegye, az nincs a magyarokhoz, ez közvetlen alattad van. Mert hogy neki van a területe Csehországon belül is. Józsi Mocsara konkrétan. Meg szuper. Strasbourgban. Jó, szóval és ezzel mit tudnék csinálni? Semmi, ez nem probléma. Ha feltételezzük, hogy akarok. It's fine. Semmi gond nincs vele. Ami gond az, hogy van rengeteg hercegséged. De ezek majd kiszortolódnak, hogyha kiosztogatod a... Az a baj, hogy ezzel a királysággal most nem... Ezzel a királyság osztással most nem ment semmi. Na várjál, milyen dacsiaim vannak? Angliát kéne elpasszolnom. Azt el tudom, anélkül, hogy... Igen. Hogy Londont elveszítsem? Elvileg igen, de Anglia nem volt kipasszolva eddig, tehát hogy... Írország a prió... Skóciát csinálom most Skócia éppen. Skócia a prió... Ha kettőre szeret egy csávó és kinda sorta szimpatikus, akkor adhatom neki egész Skóciát? Aha, akkor meg fog szeretni tőle. Ilyen ránézésre szimpatikus. Ah, Jézus Isten, igazából lehet, hogy ez a cél ezeknek a lázadásoknak, hogy papírmunkába. Kingdom of Scotland, the Isles,
County of Inner Tingi Tingi. Jó. Jó, szerintem te most itt megkapsz mindent, ami itt van. Oké. Okay. We good. Hopp, te aztán megszerettél. Nagyon jó, that's the spirit. Jó, akkor most jön ez a csodálatos... Még Albani dob már alá. Nem tetszik, hogy nincs alatta valamiért. Jó, de miért nincs alatta? Nem tudom. Akkor szokta nem alárakni, hogyha amúgy van máshol is külbirtoka. Mint mondjuk itt a Biharnál, de neki hol van nincsen. Az egyáltalán? Hogy tudom azt alárakni? Hát Skócia, és akkor azt mondod a skót királynak, hogy Grand Vessel, és ott van, tényleg lekattintott Albanit. Igen, a kérdés az, hogy hol van. Skócián belül van egy terület, ami körbe van véve, és rá van írva, hogy Albany. Albany Y. Még egyenlően nem látom. Mivel van körbevéve, vagy ezt így, hogy... Skóciában. És ezt így látnom kéne egy ránézésre? És ilyen sötétkék színű? Ilyen lila? Sárga az is, mint Skócia. Akkor jó, mert a Skócia az zöld. Skócia az zöld? Yes. No. Nézd a Viktor. Mit nézek, srácok? Jó, megint megnyitom a streamet. ja igen, aha, értem. Nos, igen, valóban. Akkor az ott az a Skócia, és azon belül igen, van egy alapvetően kék színű dolog. De az arra... több terület. De tegyük fel, hogy ezekbe belekattintasz, Gauri. Tegyük fel. És azt... azt odadom? Ó, oh, tökéletes. Igen, ő megy alá. Grant Vassal, mert ott van egy út, aki valamiért nincs alatta. Ó, hogy valahogy kialakult egy lyuk Skócia közepén. Yep, oké, okay, cool. Yep. Jó, és cool. Ez sárga színű volt minden más térképmódban. Oké, okay, minden más térképmód. Na, neked haver, teljesen biztos, hogy nem adok semmit, mert te öletted meg édesanyámat. oké, okay, mi van akkor, hogyha nem fogadja el a bebörtönzést? Akkor megöletem. Oké, okay, szerintem is ez... szerintem is ez a jó megoldás. Na nézzük, Írországban van-e valaki, aki remotely kedvel? Nincs. Egy darab ember sincsen, aki nincsen nem mínusz. Baj, mert egy teljesen új embernek adhatod, hiszen ott vannak területeid. Athlone is Dublin. És akkor az lesz a power base-e. Vagy base of operation-je, valami teljesen új dúdnak. Oké, okay, tehát akkor ide rakok egy teljesen új dúdot valahova. Mondjuk Dublinba. Egy random nemest, aki csak minusz 35-re utál, ami sokkal jobb, mint a környék. És akkor ő neki adok utána... Hát, amit fogsz adni, az minden, de lebontva. Athlone Athlone grófság, a Meath hercegsége és az Ír királyság. Duchy of Meath, County of Athlone. Így akkor minden az övé, aminek kéne, hogy az övé legyen? Igen. És a királyság. Igen, a királyság az övé. Igen. Jó. Meg van egy bishoprik is, azzal nem kell foglalkozni. Jó, már is jobban kedvel, mint eddig valaha, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 20 percen belül rám fogja gyújtani az egész nemes országot. Jó, so far so good. Most neked így van... 24-18 volt. Igen. Nem igen, baj, igen, haladunk igen. Tovább, van még egy halom királyságom. Én Dél-Franciaországot ajánlom következőnek. Ami ugye Akvitánia. Akvitánia. És akkor itt is ugyanúgy, hogy az íreknél, hogy egy randó, mert itt is van egy csomó terület, amit elvettél az előzőktől. Ó, Jézus Isten, itt aztán van egy csomó terület, amit elvettem az előzőektől. Jó, ezt odaadjuk valakinek. Jó, minusz 45-re utál, haver, van egy jó hírem.
kapsz területet még hozzá. Kingdom of Aquitania, Duchy of Tingitingi, County of Tingitingi, County of... Amíg ezt csinálod, addig egy betelefonáló kérdését, hogyha megválaszolhatom. Az a kérdés, hogy mennyire lenne jó ötlet, hogyha 2-3 éveseknek adná oda Viktor a területeket. Nagyon rossz ötlet lenne. Ugye ez azért necces, mert hogyha odaadhatod bárkinek ezeket a területeket, vagy odaadhatod annak is, hogy ugye széttagolva, tehát például ezeket a hercegség vagy grófságokat, amiket most Viktor egy embernek adott Gascognon belül, az adhatta volna 5 különböző embernek. Csak akkor az van, hogyha nincs elég power base-e, akkor fellázadnak ellene, és gyakorlatilag egy év múlva ugyanott, amikor a part szakad, mert egy új királyt raknak a trónra, aki meg utálja Viktort, hiszen nem kapott Viktortól földet. És ugyanez lenne, hogyha gyereket raknál oda, tehát 2-3 hét alatt leraknák a trónról, és felkerülne valaki olyasmi, aki ugyanúgy minusz 90-nel érez Viktor irányába. Ezért nagyon fontos, hogy amikor kívülről hozzunk egy új embert, mint például itt az Aquitaniánál, akkor a megfelelő powerbase-t megkapja, hogy legyen ereje megvédeni a trónt. Ennyit szerettem volna, visszaadom ez, a szót. Ez egy nagyon szoros. Hogyan tudod te ilyen gyorsan megállapítani, hogy melyik az a királyi cím, amihez csatlakozik egy csomó föld? Mert most megnéztem például a Kingdom of Britannit, ami ugye nyilván, érted, logikus lenne, de nem logikus, mert nincs ott föld. Szóval, hogy igazából teljesen fölösleges lepasszolna. Az ott az enyém, igen, azt ne passzolgassad sehova. Igazából az a trükk, hogy azok a területek, amik közvetlenül hozzád tartoznak, azok elütnek kicsit a simától. Például, hogyha ránézek a térképre, akkor, és ugye a birodalmi lebontásosban vagyok, tehát látom a birodalom belüli területeket, akkor azt látom, hogy van rengeteg fehér, vagy nem rengeteg, de viszonylag sok fehér van Korzikában, illetve Közép-Franciaországban, amik nincsenek nevesítve, hanem csak ilyen fehér pacák, és nincsen ráírva semmi. Azért van, mert ez a császári birtok. Tehát azok közvetlenül hozzá tartoznak. Én is látok ilyet? Igen, elvileg te is látsz ilyet. Tehát, hogy most amúgy jó nézetben vagy, hogyha leviszed oda, akkor azt látod, hogy ott van Sardinia Korzika egymás alatt, ott a leglátványosabb egyébként, és ott látod, hogy délen, a déli szigeten, ami Sardinia, hogyha kicsit kijebb jössz, akkor azt látod, hogy nincsen ráírva semmi, hanem csak fehér paca, ami meg a te színed. Azért nincsen ráírva semmi, mert az hozzá tartozik, és nem tudja kiírni, hogy első galaktikus birodalom nincs elég mert hely számára. Mert túl pici. Aha, oké. Úgyhogy ez például egy ilyen trükk. Egyszerűen áll a szeme ez embernek egy idő után. És ez mondjuk csak két terület, de hát still két terület. És ugyanilyen két terület lesz majd Toszkánától észak-keletre. És akkor várjál, ez... Itt mit keresek? Hát ez Kingdom of... ez a szardíniai királyság lesz valószínűleg. Igen, Kingdom of Sardinia, meg a szardíniai hercegség is. Duchy of Sardinia, igen, ez megy egyben. Csak ugye itt az van, ez egy nagyon jó szia példa. Wolf, mi helyzen? A szardíniai hercegségen, vagy a szardíniai királyságnak összesen van, nem tudom, két hercegsége, és azon belül pedig 2, 4, 5, 7 grófsága. Most Burgundiát azt ne nézzük, hogy ő is ott van, whatever. Az van, hogy itt gyakorlatilag minden területen egy grófság van. Ezért, hogyha ő, Viktor, egy embernek mind a két grófságát adja, akkor annak nagyobb power base lesz, mint egyenként az összes többi herceg, az összes többi grófnak. És így nagyobb az esélye, hogy meg tudja óvni a trónját. Persze, hogyha összeállnak ellene mindannyian, akkor erősebbek, ezt kell valahogy megpróbálni mérlegelni, hogy mennyi területet kell neki adni ezeknek, hogy megfelelő maradjon a trónon. De durva. Jó, a Sardiniát megcsináltad, nagyon szép. És már csak 4 földterületen van, és akkor gondolom utána már csak a dacsikat kell rendeznem, hogyha négy marad. Van. Igen, ugye az egyik az a... Oké, Kingdom of Sicíliát az békén hagyjuk.
Várjál, ja igen, belekattintunk ide, és akkor megnézzük hunyorítva, hogy hol fehér. Ez akkor működik ez a fehér dolog jól, hogyha sok van. Ahogy már szépen elosztogatod, úgy már egyre kevésbé lehet látni, akkor már lehet. Oké, azt hiszem rájöttem, hogy... hogy hol van még a maradék terület. Good. Azt akarom megnézni, hogy az micsoda, az is, mi az Isten egyébként. Hány órát játszottok már együtt Viktorral? Játszottunk már valamennyit. Nem egyszerűbb itt most, itt az olasz csizma hónájában nem lenne egyszerűbb a településeket per darab lepasszolgatni? Hát ugye az van, hogy a romániai hercegség nálad van, tehát azt még oda kell adni valakinek. Jó, akkor nem. Értem. Viszont a romániai királyságot nem muszáj odaadni egyelőre. Jó. Szerintem. Nem tudom, az nálad volt-e? Valószínűleg igen. Na várjál, dolgozom rajta. It's fine. Grand title. Kingdom of Italy. Nem mit kéne lenni ennek a Románia tinginek? Nem, ugye? Hát romániai hercegség. Kérdés az, hogy ez mi alatt van. Valamilyen kübülkán, vagy valami ilyesmi alatt lesz. A kübülék. Jó, oké, az menni fog. Tökszkölkánátus. Igen, a tökszkölkánát. Igen, igen. Kingdom of Romania akkor az maradhat, de a Duchy of Romania, meg gondolom a Duchy of Latiumot is valakinek oda akarom adni. Latium. Ja, az ott van. Igen. Hát a Latium ugye azért odaadhat, azt persze odaadhat. Mert hogy amúgy le kell passzolnom a Duchy-t, és ez a Duchy az nincs semmi közöm, úgyhogy ezt le kell passzolnom amúgy is. De azt mondja, ott ad meg, szóval igen. Jó, akkor azt lepasszolom egy embernek, aztán... Ó, Wolf, az valószínűleg nem segít, igen. Hát jó, len vagyok területeket illetően, ott, ahol lent kell lennem. És akkor most már csak a dacsiknak a számát kell ellenőriznem, pusztán azért, hogy ne utáljanak. Honnan jön a játékban egyébként ez a mechanika, hogy a dacsik miatt ennyire elképesztően utálnak? Hát onnan, hogy valaki beleprogramozta. De hogy miért pont a dacsik lettek ezek? Hogy ennek nincsen semmi történelmi, nem tudom. Annál följebb nem látnak, annál lejjebb nem érdeklődnek. No. Ez egy jó kérdés. Ennyire nem vagyok történész, hogy ezt tudjam. De Balázs, én azt hiszem, hogy rendben vagyok a dacsik számával. Kettő dacsim van. Nice. A Duchy of Bohemia, meg a Duchy of Essex. És ezt gondolom London miatt. Megvan. Hogyha lehet hinni Viktornak, általában nem lehet, de tegyük föl, hogy szépen vezetve van a pingvinharcos streamek alatt az összes a playlistben az összes CK3. Ami nincs annyira jó. Valószínűleg azt hiszem, arra pont valaki panaszkodott, hogy azt hiszem, ott vannak streamek, amik nem jók. Jó, ez 43 streamet ír ide, és ami három, hát ami, hogy tegyük fel egy stream 3 órás, ami elég pontos. Ez 387 óra, tehát 16 nap. Kb. Hogy mi? Hol vesztettelek el? Hány epizód volt? 43. Hány óra per epizód? 3. Akkor hány óra az összes? 387. Miért? Ahhoz nem tudom. 3-szor 3. 129. Yes. Elmentem a matek. És ahogy kérdezi így Balázs, hogy hol vesztettelek el, a matek teljes hiányánál, haver. Akkor csak 5 nap. Csak 5 nap, 5 napot játszottunk együtt. Olyan 100 óra körül egyébként, hogyha levonunk hibákat, meg kerekítéseket, akkor szerintem, hogy olyan 100 óra körül. De miért vonnánk le, mikor most derült ki, hogy nincs benne mindegyik? Pont, hogy hozzá kéne adni. Mert hogy nem ez derült ki, hanem az, hogy baj van a playlisttel, ami magában foglalja azt az opciót is, hogy van benne valami más. Azt mondtad, hogy hiányoznak belőle dolgok. Nem, azt mondtam, hogy baj van a playlisttel. Damn it. 2, 4, 5. Oké, okay, tehát itt úgy van, hogy első rész, második rész, harmadik rész, negyedik rész, 15. rész, 14. rész.
Ráadásul hozzá kell tenni csendesen, hogy nem tudom melyik playlistet nézed, mert van egy playlistje csak ennek a sorozatnak, van egy az összes többi Crusader Kingsnek, szóval... Ne... Szóval amikor azt mondtad, hogyha lehet hinni Viktornak, na onnantól kezdve így érted? Nem, lehet hinni. Ja, engedjük el. Mondjuk azt, hogy 6 nap. Mondjuk azt, hogy 100 óra az csá. De biztos, hogy nem 100 óra. Ravkós Martin, hello, hello, üdv a csatornán, látom, hogy ez az első. Mert az ampóz. Ó, mert igen, elpasszoltam minden földet viszonylag gyorsan, ami egyébként sokkal kellemesebb volt, mint gondoltam, hogy lesz. Lássuk a lázadókat, mit szólnak ehhez. Faction to install Mlada on the English throne. De hogy 79%-on elszóval, ebből még akármi is nem lehet. Mivelük nem tudsz beszélni? Akár meg is lehetne csinálni. Nyilván Predrog, hogyha lenne időm rá, akkor meg lenne csinálva a playlist. Ne aggódj miatt, lementek a lázadók. A pincébe? Miért mesztelen a király? A nem csak a király a mesztelen, mindenki mesztelen. Ez egy ilyen birodalom. Éppen ilyen szerkeztem a steel képet a streamhez. Vajon asszony pajtás is így, hű, ez egy érdekes kép. Ebben a játékban mindenki vesztelen! Well, ahogy Viktor játssza, maradjunk annyiban. Ahogy értelme van játszani! Az egyetlen helyes módon. Igen, így, ez az egyetlen helyes mód, játszani a videójátékot. 1429. Ha lehet egy birodalmatok, srácok, ahol az embereken nincs ruha, akkor ti adnátok rájuk ruhát? Én viszonylag sokat játszottam ezzel a játékkal, és azt hiszem egyetlen egy olyan let's play-en volt, mikor nem volt rajtuk ruha, de... Jó, de... De hát én csak egy ember vagyok. After all. Én csak egy humán vagyok, after all. Ne ragd rám a felelősséget. Ne hibáztass engemet. P-homás, biztos, hogy nem látogatunk el a császárhoz. No, micsoda, miért nem? Félek, hogy rám ülsz. Hogy micsoda? Olyan abszolút egység vagy. Hát ó, akkor haver. De milyen lazán ül a trónteremben, azt láttad? Nem, mindjárt megyek, megnézem. Kább ilyen törökülésben. Jaj, de nagy szerencs, hogy ott van az a levél. Valószínűleg nem véletlenül van ott. Jó, ott, ha nézi magát. Ó, Jézus Isten, tényleg egy abszolút unit. Oké, sajnos rájött a dút, türelmetlen voltam, és rájött a dút, hogy meg akarom ölni, úgyhogy majd egy kicsit dolgoznom kell ezen. Ó, Jézus Isten, hogy néz ki ez az uralkodó szegény? Járjál futni! Feleségedem miért van ruha? Miért van a feleségem ruha? Ő valószínűleg más vallású. Ja, ő ortodox. És hogyan tudok rászólni, hogy... Mint három másiknak. Úgy, hogy a többire rászólsz. Nem, mert hogy ő nála izé van. Ő nála adopt fate van, csak. Ó, barátok lettünk, dedikálta nekem egy artifaktot. Dedikáltam neked egy pár artifaktot, na. Jó. How nice. Ó, Árpád megszökött. Az gond? A bőriből. Igen, az baj. Ja nem, várj, úgy tőle már elvetted a földet, akkor mehet Isten hírével. Elvettem, persze. Nem csak tőle nem vetted még el. Mindenkitől elvettem, aki számít. Ó, Jézus Isten, megint tönkre mennek az artifaktjaim. Hát, ki gondolta volna, hogy a világ legnagyobb izé dolga egy ekkora birodalomnál az az, hogy kiadjam az utasítást, hogy javítgassa valaki az artifaktjaimet. Van egy frakció ellened. Az angol trónos frakció. Ugye ezt könnyen ki tudod kapni. Azt szeret belőle, hogyha odaadod valakinek azt a címet. Az angol királyi címet. De akkor nem vesztem el Londont, ugye? Hát szerintem nem, mert ezt külön le kell kattintani. Tudod, hogy ez nem akadályoz meg semmiben? Yes.
Én hogy érzem magam? Remekül. Az jó. De nem úgy volt, hogy te mindjárt meghalsz, és én meg még túlélem, nem? Hát, ember tervez, Isten végez. Mit mondhatnék erre? Áldott vagyok. Ez biztos, haver. Én meg szőnyegeket javítgatok közben. Szőnyegeket javítgatsz. Be lehetne állítani erre valami embert, hogy csinálja magától, ugye? A szőnyegjavító mesterember. Nem úgy értem, hanem... Ja, nem, amúgy nem lehet. Nem lehet valami kurátort, és aztán... Hát, az jó, megkurálja, nem? Az antikosod, az lehet antikost, ez az antik... whatever. Hogy hívják ezt? Rendesen anglisül, antiquarian. Csak annyit csinál, hogy lassabban pusztulnak meg a tárgyaid. De olyan nincs, hogy magától megjavítsa. Jó, remek. Egyébként nekem nem is, a Viktor udvarában nem is az a kedvencem, hogy Viktor milyen lazán ül. Hanem az, hogy... most már nem. Ja, ez az én udvarom. Oké, akkor még egyszer, csak az utolérzéssel. Mert ott volt a háttérben egy olyan bodyguard, aki ilyen... Én nem mernék ruha nélkül oda menni, ahol ő van, mert ő így lerabolja. Ha ruha nélkül mész, tudom, mit rabol le? Hát... Nem mernék odaállni, tehát hogy áll mögötted, Hugo Rabicidnek hívják, fog egy a kezében egy láncsát, és olyan 8-pack-je van, hogy megőrülsz. Szerintem ez az... Szerintem felül lehet emelkedni azon, hogy nekünk nincs olyan hasunk, mint neki. Nem kellett szégyelnünk magunkat. Nem leszünk ettől kevesebbek. A skótoknál már lázadnak, küldenek egy kis pénzt. Hát, ha segít, bár nem tudok segíteni. Csinált megint valami szart valaki. Jó, tegyétek valahova, lekérlek. Ahol találtok helyet. Először is ahol találtok helyet. Másodszor valami olyan helyre rakjátok már el, léci. Ahol nem esik rá a por. Széchenyi Kinga akar nekem egy kardot készíteni. Megyek, megnézem. Oh no, valami van. Hát az angolok. Az angolok. Jó, akkor mindjárt megyünk szájba verni őket. Oh wow, neki aztán tényleg vannak hasizmai. Hogy kerültek ezek ide mind bele? Az angolok a... Senkit nem tudok meginvájtolni, hogy megöljem ezt a jó embert. Nagyon szomorú vagyok. Jó, na. Egy pillanat. Leállítom az időt. Balázs, mész éjszakra, én megyek éjszakra, együtt megyünk éjszakra. Hát, mivel csak éjszakon... Nem csak itt éjszakon. Itt is van egy csomó terület. Hát, dammit. Oké, egyébként az van, hogy amúgy tök sokan vannak éjszakon. Gyere már éjszakra, jó, te melyek, is. Jó, melyek éjszakra én is. Mert én 88 ezeren vagyok, de ezek szerintem sokkal többen vannak. Át akarunk kelni a vizen? Hát nehéz anélkül menni. Nekem vannak területeim ott is, ahol tudok indulni. Ja, nem fogod tudni összehívni őket szerintem. Vagy... hát talán éjszakon. Nem, már készül a... Útfiánál. Ezek egymás mellett vannak. Jövök veled éjszakra. Ők most miért is lázadnak? Ja, tudom miért. Mert valami randónak akarják odaadni az angol trónt, ami neked teljesen inkonzekvens lett volna. Balázs, miért van a kommanderemen pápasityak? Nem tudom. De ez tetszik. Szerintem ő megtalálta, ott porosodott a szekrényben. A izémet nézd majd meg, a marsalomat. Ezt megtudom, mert benne vagyok a tanácsban. Mars... Oké. Ő nagyon... Ő háborúba érkezik. Ő komolyan gondolja ezt. És ő a legjobb ember arra a feladatra, hogy elnézem. Nekem is úgy néz ki.
Na, én itt Kentnél partra szálltam. Jön Kent is ide. Megy a seregem. Egyébként. Ezek igen sokan vannak. Jövök. Mert nem úgy néz ki, mintha itt ténylegesen jönni akarnék amúgy. Na, látom az előrelépést meg a haladást. Hát én nem! Hát akkor figyeld a nyilat. Ó, oh, látom. De hogy nem kapok is hajó animációt? De kapok. Amint megérkezel, kapsz hajó animációt. Mert tudod, minden jó hajó a vége. Minden jó hajó a vége. Most nagyon vigyázz, légy szíves, hogy ne mászkáljál úgy össze-vissza, hogy át a halálfejeken, mert ez most necces lesz. Oké, okay, elkezdem itt ezt foglalni. El akarom ezt itt foglalni, vagy bele akarunk menni a harcba valamilyen rendszerben? Most el lesz elfoglalni, mert most nem tudunk odaérni hozzájuk. Várj, talán ott... Ti hova szaltok? Az én kedvenc városomat molesztálják éppen? Vagy azt jól látom, hogy ezt nem molesztálják? Hát, azt is molesztálják. Inkább erre felé kéne aktivizálódnod. Egy pillanat. Aktivizálódnod. Plusz 1%. Hogy még elfoglaljam útközben itt ezt, vagy csak... Muszáj, mert különben halálfejeket kapsz ajándékba, hogyha csak úgy oda lépsz, szerintem. Jó. És most nem engedhetjük meg magunknak ezt. Vegyek fel embereket? Vagy veszel fel embereket? Vagy... Na, végül. Végül, oké. Okay. Ezek tényleg nagyon sokan vannak. Bessing Stoke-ba menj majd utána, hogyha az megvan. Mhm, arra megyek. Én megyek Reddingbe. Szia, Sanji! És lehet, hogy itt rám fognak támadni. Szaladjak el Bennington mellen? Nem, Oda mennek hozzád? Most kell lesz, igen. Megjöttek. És szerencsére nagyon gyorsan be fogsz érni egyébként. Hát ha érzékeli a játék, hogy oda kattintok. Jó lesz. Hát nem annyira. Oh, wow! Oh boy! Hát ez a kell, csináztok. Mit szólsz az egy megadáshoz? No. Oké. Nincs MP tervem. Most hirtelen nekem sincs. Minusz 36%. Iha. És ez azt hiszem, ez a teljes sereg volt? Ez a teljes sereg volt. Igen. Mert hogy a lengyelek is valamiért benne vannak a mókában. Igen. Ugye hát abban lehetne reménykedni, hogy gyorsabban osromlunk, mint ők, de... Hát nem tudom, hogy ez működik-e ezúttal. Én megpróbálom. De ez most egy mínusz 48% például. Te is kezd mellét ostromolgatni. Végvidelmi gépállat, erről mit lehet tudni? Én ostromlok, én nem befejeztem az ostromot. Szuper gyorsan haladnak az ostromok, úgyhogy nehéz lekövetni. Minusz 47. Okay, tetszik a lelkesedésed, de most éppen egy mocsárban állsz, ahol nincsen egy darab vár sem. Igen, észrevettem, csak nem működik nagyon jól, meg közben felugráltak dolgok. Mit szólsz, elkezdünk felvenni zsoldosokat? Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez meg fogja oldani ezt a problémát, mert ott azért nagyon csúnyán elvertek. Tehát ott közel sem volt ahhoz, hogy ez szoros legyen. Van egy Dissolution Faction, ami nem csak elég hatalomra tesz szert, de hát ha nem. És megint jönnek éjszaknak? Megint jönnek éjszaknak. Ja, látom a Dangerous Faction Notification-t. És ezek rám támadnak, na most itt annyi, hogy megpróbálsz ide szaladni? Meg, de hogy szerintem ezt nem tudjuk megnyerni, mert ránézésre többen vannak. Lehet. Sokkal. Mint mi ketten. Akkor meneküljek?
Én szerintem igen, ezek sokkal többen vannak, mint mi. Jó, én el tudok menekülni, csak nem nagyon messzire. Ugye ahhoz, hogy tengerre szálljak, ahhoz és idő kell. Akkor harcolnunk kell, vagy? Ne, hát előbb-utóbb igen. Itt be vagyunk szorítva itt Észak-Kelet, vagy Kelet-Angliába. Ugye amit lehetne, hogy beállunk egy mocsárba. Bekanyarodtam a mocsárba. Tetfordba. Ja, az egy viszonylag mocsár. Ha láttam már valaha egyet. Na, ezek biztos, hogy sokkal többen vannak, mint mi. Ezek biztos. A mocsár az életlen esélyünk, de az se túl jó. Miért is a mocsár, ez mi? Ott a védekezés értékünk jobb? Aha, sokkal. 200 ezeren. Holy shit! Yes, és az még csak hozzá... Oh boy, oh boy. Észak felé vonuljunk vissza. Skóciába. Hát lehetséges, hogy itt, itt megadás lesz, de akkor kiválik egy csomó terület a kis birodalmamból. Nem válik ki szerintem. Várja, megnézem. Nem válik ki, tehát hogy szerintem nem lesz független, hanem csak megkapja az angol királyi címet az a valaki. És utálni fog, de hogy nem lesz független. Oh. Jó, akkor surrender. Én nem látok más lehetőséget. Jep, ő maradt. Well, ez a háború ebben az esetben semifelesleges volt. Hát, yes. Szia, Tessika! Viszont nagyon gyűlölt téged ő. Az nem baj. Oh fuck, viszont tőlem vett el területet ez a vanker. Nekem valahogy lett területem. Akkor egy abszolút piece of shit. Na, kitaláljuk, hogy mit tudunk vele csinálni, jó? Visszaszerezzük a területedet. Bye bye London. Nem, London, az London még mindig az enyém. For some reason. Na, mi van közben az erősödő frakcióval? Meggondolta magát? Nem, elveszettem Londont. És én is elveszettem területeket. Hát ez nagyon izé volt. Várj! Elveszettem Londont! Rossz nézetben néztem eddig. Szóval, hogyha odaadtad volna valakinek az angol királyi címet, igen, akkor megtartottam. Lett volna rajta. Az a helyzet, hogy egyébként nem volt ez ellen semmi problémám, és tervben volt abba az irányba menni. Hogy meg csak még nem jutottam el odáig, hogy lekattintsam azt, hogy ténylegesen odaadom valakinek az angol királyi címen. Uh-huh. Ez történt. Ez sajnos be kell vallanom, hogy ez történt. Az a baj, nincs is Casus Belli, hogy az egészet visszaszerezzem, amit elvett, ez az utolsó piece of shit. Tehát, hogy egy részénért tudok menni majd, hogyha összeszedem magam, de nem az egészért. Tehát Normandiát például nem tudom visszaszerezni semmilyen indokkal, ami izgalmas, mert az enyém volt, szóval... Why not? Jaj, karamba! Elvesztettem Londont, szomorú. Erre majd visszatérünk. Olyan nincsen, hogy azon a területen nekem ne legyen területem. Mi kéne ahhoz szerinted, hogy ezt visszaszerezzem? Londont? Aha. Hát egy igényt kell rátenni, bár lehet, hogy már van rá igényed alapból. És aztán oda kell hozzá menni és mondani, hogy na, taka van. És ezt viszont ilyen háborús céllal kéne csinálnunk, ugye? Hát azt valószínűleg nem fogja azt mondani, hogy yes, my liege. Ja, ő tényleg nem szeretem úgy. You are very wise, my liege. És tudod, mi a másik probléma? Hogy nagyon rosszul áll. Lehet abandonolnunk itt ezt a dolgot, hogyha mégsem szeretném ezt az emberkét megölni? Hogy a murder scheme-et azt így abba hagyhatom? Ja, persze. Le kell x-elni.
Nem itt. Hol kell leX-elni? Ott. Jajajaj, ezt hagyjuk abban, mert ez így nem halad jelenleg sehova jól. Nem lenne jó megölni az angol uralkodót? Megölhetem az angol uralkodót? Meghalt az angol király. Aki most kapta meg? Aha, halálra itta magát. Jó volt az after. Jó, don't mind me, én viszont... Okay. Én visszafoglalom egy részét annak, amit ellopott tőlem, ez az abszolút vanker. Jó. Jó. Ha tudok benne bárhogy segíteni, én meg megpróbálom majd valahogy... Hátra. Megpróbálom majd valahogy visszaszerezni Londont. Még nem tudom pontosan hogyan. Most én vagyok hazai törfön, úgyhogy rendben kéne lennie. Depressziós, nem afternek nevezném. Na mi van, haver, nem bírtad az uralkodás súlyát? Nem olyan nagyszerű az a London, igaz? Én azért kérném vissza Londont. Ez a rengeteg ugye kapok üzenetet, hogy seek indulgences, és akkor fizetnek azért, hogy feloldozzam őket. De ugye egy csomó alkalommal is sneakybe be van rakva a végtelen spam üzenetek közé egy-egy házassági ajánlat. Ha nem figyelek, akkor lekattintom, vagy persze odaadom annak a random dude-nak. És akkor elviszik a lányod. Igen. Jó, te ki az Isten vagy? Queen Ida of England. Te miért vagy az én börtönömben? Kezded el. Új régensed van. Hát ez remek. Egy ideje már nem is piszkáltam a régens menüt amúgy. Én vagyok az. Oh shit, hát akkor taka van. Szerintem meg tudsz kérni, hogy menjek innen el. Offer nothing. Big fat nothing. Nothing. Még amíg így nem tudom, hogy 10 forintot se tudtál az irányomba dobni. Nem. De talán azt kellett volna csinálni egyébként, hogy dobok felé 10 forintot, és aztán kérek tőled 150-et. Oh, jéj! Szabadság! Na, milyen lehetőségeim vannak London visszaszerzésére? Hát most ő egy új király, tehát hogy neki... Mondjuk ő is minusz 100-ra kedvel. Jó, de az előbb még csak 60 valamennyi volt. Ha kiengedem a feleségét, ez szerinted segít? Az általában szokott segíteni, igen, hogyha nem tartod negotiate release. Élet a szerelmét. Kérjek érte valamit, vagy ne kérjek érte valamit? Hát ha nem kérdezheted semmit, akkor jobban fog kedvelni. Jó, mennyi. Istennek hírével, légy szabad a férjeddel. Meg egyéb valamit, haver, mert nagyon lesaványodtál itt a böriben. Legalábbis remélem nem a böriben, de hogy... És akkor itt van ez a csávó. Na csávókám, az van, hogy megtarthatod a királyi címet, ha visszaadod Londont. Hát ilyen összetett dolgokat nem tudsz neki mondani, de biztos érzi, hogy ez van mögötte. Jó van, én meg elmegyek egyetemre, vagy valami. Nekem nem tudnak mit tanítani az egyetemem. Hogy őszinte legyek, én is inkább chillelni mennénk. Neked abszolút tudnak mit tanítani az egyetemet. Neked abszolút tudnak mit tanítani. Jó, ne azért maradjon study hard az a dolog. Hogy mennyi Isten írével? 58.
Felnőtt Vilmos, a fiam. Ez egy jó hír, azt hiszem. Ő a legkisebb fiam egyébként, tehát ő az utolsó. És nagyon csúnya ő is. Pedig ő nem is írja a játék, hogy csúnya, de ettől függetlenül csúnya. Elkezdtem szvéjelni a izét. Az angol királyt, úgy döntöttem, hogy ez lesz a megoldás. A kerottal mész? A stick helyett? Igen, most úgy döntöttem, hogy kerott lesz ebből. Összebarátkozunk. Összebarátkozunk, és aztán azt mondom, hogy te, haver, nem akarod visszaadni Londont? Amúgy ez a főváros, szóval nem, azt hiszem, hogy nem köszönöm, de mindenképpen... Jó, akkor mit lehet még csinálni? Semmit. De hogy tény, hogyha... Nem, semmit. Semmit. Ez szomorú. Jó, akkor leteszek Londonról, I guess. Felháborítónak tartom, hogy ilyenekre kényszerít ez a videójáték. Bezzeg, ha időben kipasszoltam volna az angol királyi címet. Bezzeg. Aztán majd valamit ki kell találnom nekem pedig Normandiára. Hát valószínűleg az lesz egyébként, hogy rakunk rá egy klémet, és addig rakom, amíg nem ad az egész hercegség a klémet. Újra és újra? Újra és újra. És akkor nem érdemes inkább, nem, mert akkor nem tudsz háborúzni egy ideig. Azt akartam kérdezni, hogy nem érdemes inkább, érted, az mindig le is háborúzni a dolgot, de nem. Nem, ilyen sok területért nem. 96%. Tehát most egy részét fogom visszaszerezni a területeknek, konkrétan Valois-t, ami azért fontos, mert ott van Île-de-France, meg még egy város, ami az enyém volt. És azok ilyen nagyon gazdag helyek, úgyhogy... Úgyhogy szeretnéd is, ha így maradna. Szeretném, hogyha megint megkaphatnám, ami jussom. Na, thank you very much. Bye. Jó, egy részét visszaszereztem. Valamit kéne csinálnom ezzel a csávóval, ugye? Hízik az arc, de nem hízik a felesége. Etessed már meg a feleséged! Oké, lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem képes. Lehet, hogy nem képes rá. Lehet, hogy ő így ezen a súlyon tudja így tartani magán. Na. Állítólag kezdve most azt írják a cseten, hogy állítólag az... A következő annó az megint jövőben játszódik. Most bejelentették, vagy? Nem jelentették még be. Annó 2400... 2420, mondjuk. Nem tudom. Nem tudom, van, nem tudom pontosan, hogy mi a helyzet. Ez az én vezető designer mondta, hogy a múlt setting visszalépés lenne a funkciók miatt. Április 15-én lesz a kövifejlesztő stream, ahol bemutatják a kövi steampunk témájú DLC-t. Jó, az oké. Okay. Még egy DLC jön. 2025, tehát akkor jelen és nem jövő. Lehetne az jelen is egyébként. Az angolok fellázadták a király jelen amúgy. Már megint ellenem? Vagy az, ja, az angolok. És yes-eket akarják felrakni a trónra, aki egy random dude. Én nagyon szerettem az anno 2205-öt, úgyhogy let's go. Az a helyzet, hogy az anno 1800 után próbáltam ki, és úgy már nagyon nehéz volt szeretni. Uh-huh. Mert az egy nagyon... Az anno 1800 egy nagyon-nagyon jó játék. Nagyon-nagyon jó mechanikákkal. Uh-huh. És egy csomó mechanikának, mert ott vannak nyilván a nyomai, és akkor nyilván kicsit kevésbé, és akkor így nem olyan egyszerű. Hé, haver, segítek szívesen, hogyha visszaadod... Londont. Megkaptam az egész... az egész Normandiára az igényt, képzeld el. Úgyhogy most már csak le kell tenni ezt a jóskát a trónról, és akkor megszűnik a békénk, és támadhatok. Nagyon jó. Well, that ends well.
És nem tudsz te valahogy beszállni a trónról lepakoló csapatba? Nem, max tudok neki pénzt adni, ilyen guruló dollárokat tudok küldeni nekik. Hogy kicsit ügyesebbek legyenek. 46%, hogy a university tanulmányaim azok massively more successful-ak legyenek, de 1%, hogy megölök valakit. Nekem tetszenek ezek az otcok. Ezek jó otcok. Vagy, és 53%, hogy kikísérnek az auditoriumban. Oké, érdekel a kontextus, hogy ez... Mi az a helyzet, ahol ez a három dolog lehet? Fordulhat elő. Nem tudom, nem olvastam el, de arra kattintottam, hogy... hogy egy százalék, kérem az 1%-ot. Ó, sikerült, beadta! Hát a 99-et nehéz elbukni. Nem, 46 volt. A 46-ot adta be. Ó, oké. Ez bátor. 46-ot adta be, és masszívli. Fú, stárc, hatalmasat megyek az egyetemen. Nekem is az volt a legjobb időszakom. Mastermind Philosopher trait. Hú haver, ez a Stan Gamble volt, de... de filozópus vagyok, nem matematikus, szóval... Egyelnőtt a csillagot. Ennél még van egy feljebb egyébként egyel. Shut it. A kis törpét csinált egy... A marsalot csinált egy egyetemet. GG. Hogy 4 perc pontot eloszthatok, az mennyire durva. És ezt arra fogom költeni, hogy megmossam a kezem. Ez aztán. Ezt tanultad az egyetemen? Ezt tanultam az egyetemen. Ezért hogy... nem megyünk egyetemen, ez ilyen Lipsi dolognak hangzik nekem. Kezdett most 1434-ben, azért ne haragudj. Nem, ez itt kérem. Nálam van Jézus kardja, meg Jézus ágyék kötője. Csak úgy, hogy érdekel. Azon gondolkozom, hogy vajon van-e értelme amúgy annak, hogy az egészségemre húzok, mikor egyébként úgyis nyakon fog szúrni valaki egy késsel. De nagyon egészséges leszel majd. Megállapítják, hogy nagyon sok egérhetett volna, hogyha nem hal meg. Nagyon sok egérhetett volna, nem vágja el valaki a torkát. 1%-ban megölsz valakit. Még mindig ott tartok, hogy mi az a pillanat, amikor az egyetemen kést ragadsz inkább. Ez egy ilyen műtét lett volna, és akkor vagy felfedezem a belső szervek pontos felépítését, vagy belehal a beteg. Mondjuk a kettő nem zerek egymást az én könyvemben, de... Ez is igaz egyébként. Megint más kérdés. Én nagyon, mindjárt nagyon boldog leszek, mert az angol királyt... Most veszíti el az angol király háborúját. Jó, jön akkor... a helyére valami másik banker. Mindjárt le is lövöm minden a barátkozást. Jó. 28 ezer, tökéletes. Jesek, kaptál magadnak egy... megoldandó feladatot. Mit? Engem visszaverni. Ti, what? Hát most megyek Normandiáért. Ja, hogy ő nyert magának feladatot, nem én. Nem, viszont nem a fővárosa, London. Na, akkor viszont lehet, hogy átadja neked, főleg, hogyha kedvel. Van itt egy arc, aki... aki nem az én direkt vazallusom. Jó, tudod mit? Elkezdek dolgozni a másik arcon, hogy kedveljem. Először is küldök neked egy kis pénzt. Az jó. Az állítólag segít. 23 opinion. És aztán csia, pedig macska. Elkezdünk szvéjelni. Viszont az van, hogy... Szóval, hogy ő neki egy vazallusáé London. Annak az segít szerinted? Vagy az árt? Vagy szóval érted? Hú, ez jó kérdés, hogy akkor el tudod-e kérni tőle. Mert akkor a vazallussal kéne jóba nézni. Lenni? Vagy az így nem így működik? Nem tudom, hogy egyáltalán engedi elkérni. Vagy először a vazallus kell elkérned, az is lehet.
Oké, mindegy. Megpróbálok vele összebarátkozni, és megpróbálom elkérni a vazallusát. A vazallusnak magának, aki egyébként pont kedvel, szóval ez viszonylag király. Először is küldök neki egy kis pénzt. Már most meg tudod nézni, hogy ki az, akit meg kell kérdezni erről, vagy hogy engedél valakit meg. Prince Aldrich. Nem? De nem tudom, kattints rá. Hát nem de tudom. Ő a magyar falunál az izé, és akkor... Igen. Ugye Revoke title, vagy Grand title lenne, de azok nem. Revoke title. De ezt nem lehet lekattintani. Na hát ez az, mert nem közvetlen vazallusom. Mert nem közvetlen vazallusom, igen. És egyébként tiranni is lehet, hogyha nincsen, érted, okom. Szóval nincs de ilyen lesz. Barátságos, hogy így... Csak add nekem, én meg kifizetem neked az árát, vagy ilyesmi. Londonnak. Nem. Nyilván elég fura. Akármit is jelentsen az. Na jó, ez így nem fog működni. Külön vesszük az ostromgépeket. Többiekkel meg el vagyunk Skandináv Lottót játszani. Mondjuk mehetnénk úgy, hogy ne halljon meg 3000 ember egy határátlépés miatt, mert az nagyon tetszene. Mehetnétek, de nem így működik a dolog. Ja. Afraid notes. Oké, hogyan tudnék claimet fabrikálni? Van claimed. Tehát ezt nem kell. Neked van igényed, legalábbis legutóbb mikor néztem, ott van claim, Kingdom of England. És akkor ha a claimek végére mész, akkor ott van egy olyan, hogy Earldom of Middlesex. Tehát neked van claimed. És ezt hogy tudom presszálni? Úgy tudod presszálni, hogy egy közvetlen vazallusoddal fogsz beszélni. Tehát először de meg kell szereznem a vazallusnak. És igen, csak aztán lehet, tehát, hogy kérned. Nem tudom most presszálni először a jelenlegi angol királyra. Igen. Ha nem, először őtől el kell szereznem, jó, hát az elég messze van, ő nem nagyon kedvel. De semmi baj, ez majd megfordul. Tehát az a... folyamat, hogy elkéred azt a vazallust az angol királytól, ő ennek nem fog örülni alapvetően. Jó, de hát... És utána elveszed attól a csávodra, ami kell, és aztán mindenki más meg visszaadsz az angol királynak. Oh, és én pedig megszereztem Normandiát. Na, most már minden rendben van, azt hiszem. Még odaadom a Duchy of... Oh, wow. Odaadtam a Duchy of Normandiát annak, aki volt. Jűha. Ez a birodalom, ez nagyon nagy. Én részemről lélekben készen állok, hogy véget érjen a sorozat, mielőtt összeborul az egész kártya már. Ilyenkor már stabilak szoktak lenni. Hirtelen mínusz 54-ről mínusz 10-re ugrottam. Az, hogy nem kedvel, szóval we good. Kettő darab frakció van ellened, és mind a kettő 10% alatt. Na, that's the spirit. Azt kell, hogy mondjam. Healthy vagyok. GG. És nem most úgy érzek a... ki, de örülök. Nem, szerintem sem, és tetszene, ha nem tudom, eltom. Jézus Isten, de rosszak az értékeim. Kivétel a learningem. A learningem az jó. Nem lehetne valahogy elküldeni a karakteremet edzeni? Hát van egy olyan, hogy fogyókúrázás. Az activities-nél? Decisions-nél, döntéseknél. Decisions. Found Holy Order. Train for Tournament. Search. Az mondjuk nem lenne rossz. De lehet, hogy neked nincs, hogyha mondjuk Latinus vagy. Search for a Vet Nurse. Akármit is értünk Vet Nurse alatt. Az a szoptatós dajka. Oh. Na, akkor nem kell.
Invite Knights, Invite Claimants, Borrow Gold from Holy Order, Revoke Holy Order. Celibans, no. Lose weight. Na, csak megvan. Szia XJ, hogy vagy? Tök régen láttalak. És akkor most ilyen tök stresszes leszel meg minden. Meg az a titok, hogy nem szabad menni lakomákra. Jó, majd igyekszem nem menni lakomákra, bár egyébként ebben egész jó vagyok. Ha egy lakoma eléd ugrik, akkor félreugrasz. Ja, ha egy lakoma elém ugrik, félreugrok. Oké, igyekszem. És egyébként valóban elég stresszes vagyok, úgyhogy elmegyek egy lakomára. Oké. Ez kb. Addig tartott, mint az én fogyók uraim szoktak. Nem, hanem keresek valami szórakoztatást, hogy... Menjél vadászni. Az ilyen testmozgás, meg minden. Ajaj, stresszes lettem. Hát oké, elmegyek lovagolni. Elmentem lovagolni. Na, erre várják a mód. Ha szervezek hozzád egy adógyűjtő túrát, akkor az segít a stresszemen vajon? Lehet, de engem meggyilkoltak. Oh, that's a shame. Pope Elizabeth, 19 éves, az új pápád. Jaj, that's a shame, haver. Első alkalom? Hát még ha első lenne. Ugye ezzel nagyon trigger happy-k lettek mostanában. Fú, a Helldiversre én is úgy ráfügtem, hogy ez valami ilyetetlen. Ó, Jézus Isten, úgy imádom azt a játékot. Nagyon jó az a játék. Na mindegy. Miért ludizik mindenki a váradban? Mert ez a vallásunk. Szóval, az van, hogy miénk Európa, az enyém. Balázs segített benne valamennyit, de nem sokat. És csináltam egy saját vallást, és megkérdezték, hogy mit szeretnék a vallásomba, és azt mondtam, hogy szeretném ledobni a textilt. Tény is valahogy Londont is szeretném, és az se sikerül, szóval a textiles egész jól megy. Vajlok Móricot veszem férjül, mert hatalmas, de tényleg gigászi méretű a stewardship-je. Ó, oh, király. Te Balázs, nézd már meg az angol királyt, azt látod, hogy az angol király saját magának a régense így vizuálisan? Oké. Okay. Fura. Úgyhogy ők így úgy néznek ki, mintha saját maguk régense lennének. Ó, az a vallás, hol kell csatlakozni? Hát itt olyan fehér, ahol megnézed a térképen, ahol fehér, ott kell csatlakozni. Igen, ott kell csatlakozni. Már 24-re kedvel egyébként. Nagyon-nagyon sok földem van. Ez a nő, ez nem ért a földtartáshoz. 23-as a stewardship, akkor miért nem ért? Viszont a férjed nagyon szimpatikus. Mondom, óriás méretű a stewardship-je. És amúgy nagy részt, tehát az 23-ból 15-t ő az. Jézusom, 31-es a stewardship-je! Nagyon durva. Hogy a retekbe lehet valakinek 31-es a stewardship-je? Hát ugye, ez a nap kérdése. Én is szeretnék 31-es bármit! Elmehetek még egyszer egyetemre, mert ez a 22-es... Amúgy elmehetsz, csak azt mondom, ami 30 éves cooldown. Ja, van rajta, verje. Még 17 évig nem mehetek egyetemre. Elmegyek utána megint egyetemre, aztán majd lesz valami. Ó, apropó, elfelejtettem azt, hogy csinálnom kell valamit a stresszel. Elmegyek vadászni. Falkon teregetni. Szórakoztatóbbnak tűnik. Angliában, mert ott annyira kedvelnek. Nem tudok kiosztani ennyi földet. Én minden egyes alkalommal ezt érzem. Na, a falkon eregetés az ilyen egyszerűbb dolog, ugye, mint a vadászat. Tehát nem kell tényleg semmit csinálni, csak ülünk, azt várjuk a madarat, és reménykedünk a legjobbakban. Sure. Jó lesz az.
Van egy trükköm, ami nem szokott bejönni, hogy egy nagyon öreg embernek adom oda a földet. Igen. És hogyha örökös nélkül meghal, akkor ugye a föld visszaszáll rám. Uh-huh. És hogyha akkorra mondjuk növekszik a domain limitem, akkor se búsakár, kicsit megőzésre megkapta a földet, visszaadja, amikor meghal. Ilyenkor szokott a 89 éves aggasztján összehozni egy gyereket. Hát de azt gondolom, akkor megölöd. Nem, azt nem szoktam. Nem szoktam ilyen elélni. Nem? Nem. Ez kedves tőled. Ja, az a jó szívem az visz a sírba. Az. Melyik a szent helyünk? Köln, igaz? Köln a szent helyünk, igen. Jó, akkor kicsit több tiszteletet a szent hely irányába. Ja, sure, szent hely, whatever. What? Az a szent helyünk! Very szent. Meg very hely! Amsterdamot kell odaadnom, sajnos. Bye Amsterdam, it was nice knowing you. Hát adod magadtól Amsterdamot? Azért az elég durva. Melyik kezemet harapjam le? Egy 79 éves nagyon öreg néminek adtam oda. Jó, az na, most lehet. Mindenki megnyugodhat. Mondom, mindenki megnyugodhat. Ik. Jó, ez a lefogyás dolog, ez még egyelőre nem alakul nagyon jól. De felszálltam már a repcsire és megyek Angliába. Úgy látom, nagy részt a szerbek lázadnak. Azok meg, hát ez van. Lehet lázadni, csak nem érdemes. Ja. Minek az? Ellenem lázadnak a szerbek? Várjál. Jó, Stuart jobb. Nem, ellenem. Jó, ellened lázadhatnak. Miért vagyok a szerb király már az előző rész vége óta? De miért vagy te szerb király? Mert elfoglaltam Szerbiát. Ja, mert te foglaltad el szerb... Igen, jó, megvan. 36%-on van arra, hogy 125 stresszt veszítsek. Közben kaptam a friss hírt. Babó elaludt. Úgyhogy you know the drill, guys. Mostantól suttogsz? Na, nem, srácok, aki a Balázs csetén nem akar vagyok. Mostantól csendben beszélni, az nyugodtan jöjjön át ide, mert itt lehet hangoskodni. Literálisan akkor jönnek csak át hozzá, amikor elnémítod magad, és nem hallanak egy 5 percen át. A technológiát nem nagyon lehet megállítani, mert meg lehet állítani bizonyos értelmekben, de nagyon nem lehet megállítani. A bevételem 508 arany. Szomorú ez a... Tartalomgyártási szomorú. Szempontból kifejezetten irritál amúgy a brutális terjedése az AI dolgoknak. Egyre több videón veszem észre, hogy... Diplomata? Képzeld el Balázs... Mi csinál? Semmi, igen. Szóval képzeld el Balázs, nagyon fura helyzetben vagyok. Ó, lett egy Dangerous Faction. Hogy lett területem? Ez annyira fura helyzet. Várjál. Lett területem. Szóval lett meg egy Dangerous Faction is. Hát ez... A Liberty Faction. Mi történt? Ja. Hol lett terület? Én nem látom. Hát 12-öm lett a 8-ból hirtelen. Ja, hogy úgy. Ezt meg lehet nézni. Valószínűleg örököltem valamit. Aha. Fogadjunk, hogy egy dacsi. Ravenna, Róma. Aha. Közép-Olaszország. Jó, hát ezt passzolom is el, haver. Hát ez nekem nem kell. Románia. Róma visszakerült például. Hozzám. Hol? Ez miért került hozzám? Ezt nem tudom. Ezt most én sem tudom. Mert mint úgy értem, a miért került hozzám, hogy ez azt jelenti, hogy... Lett egy halom dacsim, ugye? Aha. Aztán mindjárt elmesélem, hogy elkezdtem mesélni. Abszolút nem releváns de dolog jelenleg, de nagyon szeretném elmesélni. Szabad ne feledd. Csak ezt meg kell oldanom. Nem baj, mert addig előkeresem a diplós könyveket. Oké, visszaállt a mindennek a békéje. Illetve még azt hiszem van még így is egy extra dacsim. Ez. Okay. Hogy?
És te megkapod a Dacia. Mi az Isten ez? Azt. Ja. A viszontlátásra, helyreállt a Dacia helyzet. Na, szóval képzeld el, van egy, vettem egy audiobookot megint. Kivel állok a háborúba? Valószínűleg azt is megörökölt a háborút. Kivel? Mert hogy a háború ikonja maga nincs itt, csak a Disband All Armies van. Ja, akkor nem. Akkor az lehetett háborúban, akit örököltél, és az ő seregei... Jó, menjen mindenki haza. Audiobook. Igen. Vettem egy audiobookot, szintén military skiffy, tingi-tingi, nem tűnik nagyon jónak. Viszont valami itt bűzlik, ugyanis vagy csináltak ennek a csávónak, aki elméletek felolvassa ezt a regényt, a hangjából egy ilyen AI voice to textet, vagy felolvastatták az egész könyvet voice to texttel. Nem, text to voice-szal. Ugyanis konkrétan az a hanghordozása, az a hangja, mindene az, ami ezekben az ilyen short contentekben, meg ilyenekben szokott lenni, és kifejezetten zavar hallgatás közben. Aha. Ó, ez kicsit necces. Ilyen, tudod, ilyen kifejezetten idegesítő az, hogy az ilyen text-to-voice-os, ilyen gyorsan gyárt, nem gyorsan gyártott feltétlenül, tudod, ilyen ismeretterjesztő short contenteknek az egyik leggyakrabban használt hangja. Uh-huh. És tényleg azon gondolkozom, hogy vagy az van, hogy az ő hangja alapján tréneltek valamilyen túlt, direkt vagy véletlenül, nem tudom. Mert mint értetted, úgy értem, hogy az ember tudtával vagy tudta nélkül. Uh-huh. Vagy az van, hogy felolvastatták egy AI túllal az egész könyvet. Én nem vagyok óriási rajongója annak, hogy amikor AI-os dolgokat kiszúrok. Én sem, és nagyon-nagyon zavar. Tehát, hogy az a helyzet, hogy videókban sem szeretem amúgy, de így, hogy most audiobook, és nem az, hogy átvertek az audiobookkal, meg semmi ilyesmi, hanem az, hogy ténylegesen nehéz a történetre koncentrálni, mert nem ez az, amivel összekapcsolódott bennem a hang. Aha. És egy kicsit, nem tudom, valahogy a történet súlyán módosít a hanghordozása, tehát az az érzésem, hogy a hanghordozás meg ez az egész egy kicsit off, de ugye nyilván ezt így nehéz, tudod így megmondani, hogy biztosan ezzel vagy csak eltereli a figyelmemet ténylegesen ez az egész dolog, de hogy jaj, nagyon fura, nagyon-nagyon fura. Sajnálom, én abszolút megértem, hogy az ki tud venni, hát... És utána fogok egyébként nézni, meg fogok próbálni annak a csávónak keresni hangját, aki egyébként, aki elméletek fel van tüntetve, mint szinkronja. És utána fogok nézni, hogy vajon, nem tudom, ténylegesen csináltak-e... tréneltek-e AI-t. Mert közben érted, ha felolvasott már egy csomó könyvet, akkor alapvetően nekem azt lenne logikus, hogy akkor lehet könnyebben ő rá trénelni AI-t, vagy nem tudom. Nem tudom, ez hogy működik. Borzalmas. Mm. Akkor most meghódítjuk Afrikát? No. Életben tartjuk a birodalmat, visszaszerezzük Londont. Ez a cél. Visszakerült Londonba a király, ez az angol királyi trón. Hát ez... Buktuk. Nekem lesz lázadóm egyébként, vagy lesznek lázadóim. Majd rájuk öntöm az államkincstárat, szóval az a része nem probléma. Ráadásul egy kupacon vannak. Úgyhogy már akár most össze tudom rántani. Ja, most picit felveszek mindenkit, akit találok.
Na figyeljetek srácok, kell meló? Mert én tudok adni. Te most ilyen háborúba vagy, meg dolgok? Még nem, csak előre felkészülök rá. Tudom, hogy hol fognak lázadni. És tehát ezek mind szerbek. Úgyhogy most odaviszem, felveszek egy-két embert, és mindegyiket leviszem délnek. Jó hangzik. Ugye? Onnan az országodból menedzselni Szerbiát, az nagyon könnyű lehet amúgy. Hát, nem mondom, hogy nem könnyű, de úgy megéri, mikor belenézel a szerbek csillogó szemébe. És aztán levágod a fejüket karddal. Igen. Oké, ti hol a viharba vagytok? Elvesztettem őket. Hol vagy? A csillogó szemüket is? Felvettem egy csomó embert, és eltűntek. Nem tudom, hol vannak. De közben ez az arc még mindig van, akit szvéjelek. Ő vele mi van? Te ki vagy most? Hogy téged leraktak a trónról, és most te vagy a... Nem tudom, a papja az éknek? Oké, cool. Jó, felvettem a világ összes oldalát, és eltűntek. Ez mondjuk kellemetlen. Az sok pénzbe kerülhetett. Ja, ez elég kellemetlenül hangzik. Hol vagytok? Hova tűntek? Hogy itt vannak a seregben? Nem hiszem. Lehet, hogy szerintem itt vannak, de nem hiszem, hogy itt vannak. Szerintem engem átvertek. Te hol vagy? Te abszolút funker. Közben egyébként egy Liberty Faction gyűlöget Crown Authority mellen, és sajnos most jelenleg nem is vehetem fel a Crown Authority-t jó sokáig. Megtaláltam őket. Hol voltak? Nem, valamiért nem spónoltak le. Csak amikor lehoztam a sereget akkor, a nagy sereget, akkor spónoltak vele. Úgyhogy we good. Aktuálisan. Viszont neked akárhonnan nézem, haver, 95%-ra kedvelsz. Nem gondoltál arra, hogy ki kéne lépni innen? Na, itt kezdődik a móka, csak ugye az a baj, hogy Szerbia, és én nem igazán szeretek Szerbiában háborúzni. Ezt elmondtad az előző epizódban is, igen. Igen, az előző rész végén ugyanitt voltunk. Nem, mert közben meghalt az előző uralkodód. I guess. Kik ezek egyáltalán? Legalább 50 ezer aranyat beleöltem a zsoldosokba. Oh, wow. Ez mondjuk azért az elég vad. Well, I will not be threatened, so. Yes, én is hallottam már ezt a mondatot, de néha egy kicsit... Kicsit lehetnék threatened-elve. Igen. Jézus Isten, micsoda csapat ez ezekkel a hasizmokkal. Hoppá! Liberty Demand. Tudod, mit kell tenned? Vegyem még lejjebb. Kettesre. Még lejjebb? Nem vitted vissza négyesre, amikor nem tudom visszavinni még négyesre, nem tudtam visszavinni. Engedjem le kettesre, vagy verjem őket szájba? Mennyien vannak? Az kiderül? 102%. Hát azokat elvileg meg tudod verni, főleg hogy esetleg kötsz egy-két szövetséget, bár nem tudom, hogy akar-e valaki szövetséget veled. Hé. Hey. Hát akar vagy nem akar? Tudod mit? I will not be threatened. Klasszik. Klasszik. Majd tudok senni segíteni, csak össze le kell. Tudod ki az, aki... Tudod ki az, aki biztos, hogy akarna velem... szövetséget kötni? Nem hiszem el. Igen? A zsoldosok. Ja, hát ha találsz még.
Ó, oh, mert elvitted az összeset. Elég sok mindent, elég sok mindenkit elvittem. Jó van, mindegy, akkor megyek, aztán megnézzük, hogy mit tehetünk. Vesztenek a lázadók. Hát igen, de közben az van, hogy elég sokan vannak. Nekem meg itt közben pörög az eseményem, ami legkevésbé sem érdekel. Mert csak az volt a cél, hogy egy kicsit a stresszből leadjak, ami egyébként sikerült. Ami egyébként sikerült, Salvi Good! Most már akkor lecsapkodhatjuk a lázadóknak a fejét. Ó, nyilván az egész birodalomban vannak városok mindenfele, amik így lángolnak. Most nekem se áll szuper jól a helyzetem. Sajnálom. Nem tudom, hogy pontosan mind kaptatok össze. Valami Jován akart itt klémet szerezni. De csak biztos azért, vagyok hogy benne, hogy nem érdemelte meg. Rosszul menedzseltem a sereget, mert frusztrál a nem létező framerate. Ó, oh, nagyon idegesítő ez a framerate egyébként, ó, oh, Jézus Isten. Nagyon rossz így, főleg tudod is szétszedni a sereget. Ja. Jó, hát akkor ne nyisd meg azt a dolgot, amit meg akartam nyitni. Véletlenül se. Ja, a ma... te csinálod, macska? Ja, ezt te csinálod. Rátenyerelt a macska az enterre. A numlocknál, vagy a numpadnál az enterre, és ezért amikor felhozok ilyesemét, automatikusan leokézza. He! Technikai lehet automatizálni ezt is. Döntések lettek hozva, azt hiszem. Így a macska a nevedben döntött így a különböző dolgokról. A pápa, a macska az új pápa. A macska az új pápa, igen. Na, elkezdtem, most elmehetek, szépen külön foglalgatok meg, mit tudom én, szóval most elmehetek, egy leheletnyit okosabban csinálom a dolgokat, mint általában. De csak egy leheletnyit, szóval végül is mindegy, és ők meg nyilvánvalóan menekülnek előlem. Macskák el akarják foglalni a világot, hát legalábbis az az egy macska, az el akarja foglalni, igen, a világot. Oh boy, abban nem akarunk beleszaladni, azt hiszem. Hopp, még így jó. Így jó. Így jó. Sikerült jó ütemben elkapni? Igen. Most remélhetőleg nekem is sikerülni fog. Mert hegyen fogok védekezni. Hol a tenger, hupikék, ott laknak ők a törpikék. Ja, meg terhes vagyok, azt nem is mondtam. Ó, meg nő, tényleg, elfelejtettem. Pedig általában nő vagyok ebben a sorozatban. Most én is sokszor voltam az amúgy. Kérdik, jó. Még mindig jó. Hát baj, baj van. Külben. Nagy a baj. Nem is szárolják az egyik seregemet. Ja, most nálam is van gond. Sokan vagytok még, akik becsatlakoznak. Hát ez sokan, egy stack wipe volt. Stack wipe voltak? Hát az ágyúimat ráadásul. Az lehet. Olyankor mi van? Olyankor mit kell csinálni? Hát elég sokat kell várni, hogy visszajöjjenek. Visszajönnek, csak sokat kell várni. Oh no. Majd utána le kell hívni őket megint. De nem tudom, most így hónapokig nem lesznek ágyuk. Jó, hát ezt elveszettem, ezt a csatát végül, hál' Istennek. Ah, el kell engedni Mercenary szerviát. Mercenary kontrakt? Nem is vettem fel végül senkit? Megölték a férjemet. Szemetek. Tehát... éppen növekszik a pocakomban a... Meg egy csomó hatalmas volt a... Hol találok még egy embert ekkora? Azt nem hiszem el. Jó, de neked elég nagynak tűnik. Gyere.
stewardship-el. Egy ekkora stewardship-el. Igen, igen, stewardship. Nem féltem volna be. Előfordul. Hát valószínűleg hogy stack wipe? Mi kell ahhoz, hogy stack wipe-oljon valaki? Szuper gyorsan meg kell nyerniük a csatát, azt hiszem. Az oké, akkor ez meg lehet, mert hogy igazából ugye már csak az ágyúk, meg random dúdok voltak, szóval hogy nem. Azt hiszem, hogyha hamarabb véget ér a csata, mint ahogy elérnének egy fázisba, a menekülési fázisba, akkor van stack wipe. Jó, megadtam magam a szerbeknek. Elvesztettem Szerbiát. De a birodalmon belül maradt, hogyha ez számít. Ó, oh, számít, nekem abszolút. Neked valószínűleg kevésbé, de nekem ez fontos. It's fine. Kicsit összébb ment a birodalmam, de... It's fine. Éhezik a sereg, amit kergetek, de semmi baj, mert az enyém is. Na, ellensem, mi a helyzet nálatok? Hát kergetem az éhező seregeket, az helyzet, hogy be kell fagyasztanom a háborút abban az esetben, hogyha... Lehet, hogy most én tudok segíteni. Csak még kell egy kis idő, hogy visszatöltődjön a seregem, mert most alapból lehetne 90 ezer, és 51 ezeren vagyok. Elég sokan meghaltak az előző háborúban az helyzet. Ja, én nálam is sajnos sokan meghaltak. Oké, szerintem itt lenne az ideje, hogy egy kicsit... Hopp, elkaptam őket végre. Azt nem tudom, hogyan. Hogyan sikerült jobban vennem a kanyar, tudod, ilyen szűkebb íven. És itt van egy másik sereg mellettem, az ő sereg, másik seregük, ami meg csak nézés közben éhezik. That's great. Hát akkor levadásszom őket, ha már itt vagyunk. Itt felém itt a skótok meg az írek mászkálnak, én meg ő rájuk nézek rá. Jó, akkor visszavonulunk feltölteni a készleteket. És megpróbálom visszahúzni azokat az ágyúkat, amik már készen vannak, mert elmetek készen van 126 ágyú a 180-ból. Na. Király. És azért az se rossz. Á, ker, haver. És ha jól látom, az én vidékemen pont jó dolog a izé. Pont jó sokan férnek el egy helyen. Szóval nem kell annyira feldarabolnom mindent. Oké, így is nem fel kell darabolnom mindent. Az a feleségem? Akkor dicsérjed. Ó, 40 ezeren elférnek azon a területen. Nagyon jól hangzik. Hát van ott egy Meki valószínűleg. Ja, vagy kettő. Egy Meki és egy Burger King. És egymással szemben. A szokásos, tudod, ahogyan települni szoktak egyébként. Oké, okay, ettől függetlenül 60 ezer főt állítok éppen ezen a helyen, szóval ez így nem lesz azonnal jó. Mindjárt elkapom a skót királyt. Ezt úgy mondod, mintha ez olyan betegség lenne. Oké, okay, nem tudom, mi történik a háborúban, valószínűleg valami történik éppen. Ó, oh, eléggé történik valami. Az új félremtől is terhes vagyok. Mármint megszületett az előző gyerek, de most jön a következő. Akartam kérdezni, hogy megszületett az előző gyerek közben. Szerintem Szerbiában volt aranybánya, azért volt onnan sok bevétel. Igen, hát 200 aranyot jelentett ez havonta, valamiért. Hazugság lenne azt mondani, Banás, hogy nem kapok agyvérzést az FPS-től. Kicsit tarts még ki. Mert nagyon-nagyon nehéz a háborúba behúzgálni így a megfelelő juntokat. Ezért mondom, hogy meg kell előzni a háborúkat. Hát oké, de hogy ezt nem tudtam megelőzni. De volt, hogy meg tudtam volna. Az volt. Seregét. Ó, Istenem, most elvesztettem ezt a háborút, úgyhogy tökre nem kellett volna elveszteni, mert nem ez volt. Nem ezt akartam lekattintani. És ráadásul mindenki szépen lassan beér. Oh!
Én most... Ó, szépen elfogad ötek a területeidet. 101 ezer? Shit. Én el akartam indulni éjszaknak, de szerintem megyek feléd. Jó, gyere felé, mi megpróbálom ott éppen visszaállítani a seregemet. Ó! Oh. Bebörtönöztek. Hát akkor ez... Game over. Nem game over, de... Jó, ez amúgy nem gáz, mert nem vesztesz semmit. Csak visszaesik még egyel a Crown Authority. Hát ez remek. Fú, ez a mai, ez nem... Ez nem volt erős. Ez nem volt egy erős dolog. Én nagyon sok területet veszítettem most. Oké, technikai csak Szerbiát, de hogy úgy kellett visszaszerezni egy csomót. Jó, akárki akármit is szeretett volna, akkor ez most lejjebb mászott. A Crown Authority lejjebb mászott, és következőre 1459-ben tudom felvenni 3-asra. Tehát akkor már nem fogod tudni felvenni 3-asra, mert 53-on véget ér a játék. Remek! Tehát gyakorlatilag, ha egyben is marad a birodalom, akkor is a történelemkönyvek úgy vannak emlékezni, hogy akkor már megindult a hanyatlás, hiszen egyre kisebb a befolyása a királynak, vagy a császárnak. Igen, az a helyzet, hogy a történelemkönyvek úgy fognak emlékezni. Már a nagy fríz belbirodalom is visszább esett ezzel, hogy Szerbia kikerült. Még nem sok hely volt Szerbia, itt valami 20 évig tartottuk megszállva. Szomorú. De ez egy nagy vé a szerbeknek. Nézzük így. Ilyen szemmel. Ez egy nagy vé a szerbeknek. Harmadik Jovánt rakták oda. Szapujai Jován Meki meg Burger King. Éljen soká. Pesti pipi. Balázstól nem várhatod el, hogy a pesti pipit magasztalja. Csak mindig hallom a pesti pipit. Most a legutóbb utána jól van ez így, mert említették ilyen viccesen. Ez valami dolog? Ez egy étteremlánc. És ez egy ilyen jó, vagy mém, vagy... Megyek majd Pestre, csak azért kérdezem. Nekem van. Mi eszünk náluk néha, és vannak kaják, amik kifejezetten nagyon finomak. Soha nem tudsz ajánlani jó helyet enni. Nézd, ez egy gyors kajáda, de hogy azért vannak hamburgereik, amiket én kifejezetten szeretek. Hát tudom, egy gyors kajádában. Igen. Nem vagyok én ilyen kis ujjeltartós döbreceni snob. Én kis ujjeltartós szabolcsi snob vagyok. A wrapjük finom. Van egy... Vannak hamburgereik is, amik szerintem nagyon-nagyon finomak. Én meg a káposzta salátájukat is szeretem. Most az a baj, egyébként Balázs, és kifejezetten toxikus vagyok, vagy toxikusnak érzem magam, mert ebben a harcban, tehát hogy ezt az utolsó harcot nem kellett volna elvesztenünk. Mi történt? Belemasíroztunk rosszul, tehát hogy össze akartam húzni a seregeket, és ugye szét volt szedve mindenki, hogy pihenjen, és nem sikerült összehoznom őket egy helyre, mert akkor azt nem érzékelte, és aztán valahogy a rámozdulást, meg igen. Tehát, hogy ilyen rosszul, érted, ilyen rosszul érzékelte azt, amit szerettem volna nekik átadni. Én őszintén szóval szeretem ezeket a dolgokat, mert abban a pillanatban bosszant, viszont utólag visszanézve ez a történelem. Tehát, hogy ezt simán meg lehet úgy írni, hogy egyszerűen rossz volt a kommunikáció a seregek között, ebben ezt egyébként ezt adom, ez a megközelítés egyébként, ez cool. A Mohácsra is mondhatjuk, hogy van egy lag volt, azért nem érkeztek. Igen, csak a kettő között az a különbség, hogy a valóságban nincs lag, itt meg van lag. Érted? De van lag a valóságban is, mert későn ér el mondjuk valamiért az üzenet A-ból B-be, mert mondjuk feltartották. Igen, de hogy ez nem azért van, mert a szimuláció elkezdett vacakolni. Érted? Tehát, hogy van a játékban egy halomrendszer, ami próbálja így kialakítani azt, hogy ez így nagyjából, nem tudom, így érted, kompenzálva legyen, meg hogy a valósághoz megpróbálja a valóságot valamilyen módon szimulálni, és akkor erre rájön még egy extra bonyolító tényező. Yes, yes. Én ezt így szoktam helyre rakni magamba, hogy ilyen ez. Most az, hogy a mi szempontunkból a szimuláció szart be,
Na mindegy, most ez segített egyébként, amit mondtál, ez így egy sokkal megnyugtatóbb dolog. Most például a történelmi könyvek azt megírhatják, hogy ugye nem sikerült összeírni a seregeket, rendesen kommunikációs hibattak, mindegy. És ez vezetett közvetlenül ahhoz, hogy óriási csatavesztés, ami közvetlenül és ez vezetett, történt. Hogy csökkent, ez óriási csatavesztés. Az ereje, és ez és hogy ezután ugye, vagy sikerül visszahozni, vagy nem. Valószínűleg már nem. Jó, hála az égnek nem volt ez most egy elképesztően fontos háború. De hogy érted, na, ez egy kicsit... Hogyha kiváltak volna a területek, rosszabb lett volna. Hú, az nagyon rossz lett volna. De hogy most meg mindenki érted, tolja lefele egyébként a szerződéseit. Mindenki, aki benne van. Örülnek, hogy arra használják. Igen, ezt akartam mondani, hogy ilyenkor még ráadásul egy weak hookot is kapnak ellened. Igen. És hogy elkezdik emiatt a tanácsba beülögetni, akkor ez egy clusterfuck lesz. Inkább tolják le a szerződéseket. Ó, nem tudom melyiket csinálják, nyilván el kell fogadnom, mert nem tudok más csinálni. És akkor bugok is vannak? Ja, majd a valóságban? Igen, szerint a logika szerint igen. Viszont vannak bugok a valóságban, hát... Hogy ne lennének? Az nem bug például, hogy valaki mondjuk 6 ujjal születik 5 helyett? Az egyik kezén, érted? És ez most csak egy nagyon nyilvánvaló példa volt, de hogy mondhatjuk az UFO észleléseket is bugoknak mondjuk. Létezik, hogy a karakterem lejjebb fogyott? Hát szerintem, ja, most egy ránézésre, te fogytál? Én szerintem dolgozom rajta, szerintem lejjebb fogyott. Csak még kell egy kicsi, nem a mai streamben. Stresszes volt az időszak, not gonna lie. Stresszes volt az időszak. Stresszes volt, de egyébként nagyon ki van tolva a health-em, szóval azon nem... éreztem én, hogy nem, heteroszexuális vagyok elmentünk. Pedig azt hittem, hogy biszexuális vagyok a karakterem, na mindegy. Én is heteroszexuális vagyok. Megszületett már két fiam, a Alvin, meg a Arnulf. Ó, oh, és csapj mellé egy halom mókust, és akkor lehet belőlük zenekar. Vajon a valóságban kik az NPC-k? Hát igen. Hát igen. Miért van itt ez a random dude-on egy... Pápasatyák. Amúgy itt nem csak, hogy a szerb királyságot vesztettem el, hanem ugye sok területről le kellett közvetlenül mondani, és ki kellett szervezni. Uh-huh. Meg hát Fríziában is, ott is el kellett használnom hercegeket. Ez is a központi hatalom gyengülését jelzi. Ja. Csak 13 lovagom van. A központi hatalom gyengülése az a nagyon nagy helyzet egyébként. Ezzel lehet a legjobban leírni. Az én valóságomon Viktor az NPC, meg a chat is mindenki más. Mondja ezt az NPC. Igen. Igen, ez a baj ezzel a dologgal. A vajon ki az NPC kérdéssel? Oké, pénzügyileg nem roppantott meg... Áj... Oké, azért egy kicsit őszinte leszek, én szeretném, ha eljutnánk most már az idő végéig úgy, hogy már nem kell háborúznunk, mert hogy konkrétan feszült leszek attól, ha háborúznunk kell. Attól, hogy érted, hogy így menedzselgetni kell az embereket, meg mit tudom én. Van egy... Egyébként egy... Ó, valaki meghalt a dungeonben. Mióta volt a dungeonben ő? Valaki meghalt a dungeonben. Van valaki a dungeonben? Hát már nincs. Hát már nincs, igen. Yes! Bejött az egyik tervem. Visszaörököltem Amsterdamot. Meghalt a nagyon öreg néni. Nagyon szép munka. Az mondjuk jó ötlet volt, hogy nénit raktam oda, mert a nénik nem tudnak már gyereket szülni. Igen, azoknak nem lesz csak úgy véletlenül. Az más kérdés, hogy így megint túl vagyok a holding limiten, de ezt napestig tudom csinálni igazából. Nagyon öreg néniket nevezek ki. Az a helyzet. Szóval van egy lázadás ellened, de majd menedzseljük.
Oh god, ma megint. Ráadásul ez Independence... Ők ki akarnak válni konkrétan, ugye? Yep. Wait a minute. Hát először is. Ha lennél szíves. Kipattanni a ruhádból. Ú, ez az egész csipet csapat, ők mind ruhában vannak. Jó, meg tudtam tartani egyébként Amsterdamot, csak Zélandot kellett cserébe odaadnom. Ezen 441 van, igazából ha nem lesz nagy háború, akkor jövő héten ez simán megmegy. Hát a jövő héten, elmetek 20 évet szoktunk haladni, és kevesebb mint 10 év van most egy. Szia Tasika, eléggére vagyunk grindolva, megroppant a hatalom. Az a helyzet. Megroppant itt a hatalom. Így tudnám összefoglalni, ahogy vagyunk ott. Nem csak az ellenségén kell harcolni, hanem a Paradox spagetti multikódjával is. Igen, a spagetti multiplayer kóddal is harcolni kell, és ez megy nehezebben. De hát minden fehér. Nem a birodalmunk mérete roppant meg, hála az égnek, akkor még rosszabbul érezném magam. De hogy a területen gyakorolt uralom ereje, hát ez hihetetlen, beteg vagyok. Semmi sem mutatja jobban, hogy mennyire van komolyan véve a multiplayer kód a Paradoxnál, mint hogy nincs hivatalosan megadva, hogy hányan multizhatnak egyszerre. Az a hivatalos válasz, hogy addig annyian játszhattuk, amíg össze nem omlik a játék. 2, 4, 19, nobody knows. Valamennyi. De próbálkozzatok nyugodtan. Egy ponton összeomlik, na annyian már ne játszatok vele. És akkor vegyetek vissza egyet, valakivel beszéljétek meg, hogy ő kiszáll. Igen. Most felvitték a Stardew Valley-ben az utolsó update PC-n, felvitte a játékos számot 4-ről 8-ra. És el tudtam képzelni, hogy a Stardew Valley-ben beköltözöl 8 fővel a farmra. És akkor gyakorlatilag a falunál, már majdnem többen laktok ott, mint hányan a faluban. Kis kommuna. De az már, érted, az már egy olyan balansz, hogy a következő választáson valószínűleg már közületek nyerhet valaki. És ez nem egy szekta. De lehet szekta. 8 fővel már egy egész erős szekta lehet egyébként. Képzeld el, hogy laksz valahol a faluban, és egyszer csak az egyik kinti farmon megjelenik egy ilyen nagyon elvadult szekta. Ezt vágod, hogy amúgy ez megtörtént? Hát ezt gondolom a világtörténelemben megtörtént párszor. Az a címe, egy nagyon jó Netflix doku van rá, az a címe, hogy Wild Wild Country. És ez pont erről szól, hogy valahol Massachusettsben, valahol így beköltözik egy ilyen indiai alapú szektások beköltöznek, amikor a 70-es, 80-as években egy farmra ott a világ vége után kettővel, és hogy így kicsit elkezdenek így egymás ellen feszülni a szektások meg a helyiek. Na, jó, erről szól a Far Cry-nek is valamelyik része, nem? Nem, de majdnem. Majdnem. Ott kicsit erőszakosabbak a szektások. De csak egy kicsit. Bemennek és mindenkit legépisztolyoznak, és most nem tudom, mi lakunk itt. És azok ilyen keresztény szekták. Azok keresztény szekták, igen. Én el tudom képzelni ilyen, most már talán kevésbé, de hogy azért így a történelem során el tudom képzelni, hogy voltak, tudod, olyan szuper el, vagy hát még most is el tudom képzelni, de mondjuk nem tudom, hogy Amerikán belül vannak-e még annyira Isten háta mögötti területek, ahol tudod, így meg lehet ezt így csinálni anélkül, hogy nem tudom, aktivizálódjon erre valami erre szolgáló. Na, megvan a következő Independence Faction Partink. Jó, ők Franciaország,
Szerbia, ezek a szerbekkel csak a baj van. Horvátok, valaki, hát igazából az All-Star gála. Jó, egyet kiléptettem. A déli All-Star gála megjelent. A francia törpe is kedvel. Neki is adtam meg már pénzt. A Dán nagyon kedvel. A Dán azért, mert adtam tudsz, neki pénzt. De nem eleget. Hát de ennyi pénzt tudok adni. Jó, akkor okay. Elkezdem szvéjelni is, mert ez nem kell mások. Megírom neki, hogy mennyire kedvelem. De így is visszaesett egyébként, vagy 2 évvel az, hogy fellázadnak. Egyébként Balázs, annak lenne szerintem a sztori tekintetében egy bája, meg egy görbéje. Inkább görbéje. Ha szétesne a végén? Ha teljesen szétesne az utolsó epizódban. Ha is csak néznénk, ahogy teljesen összeomlik minden. Amennyiben nem kapsz agyvérzést, én ezt nem bánom, annyi, hogy én nem omlok össze, de többieknek jó összeomlást kívánok. Ja, a birodalomnak jó összeomlást kívánok, én nem követném. Én olyan vagyok, mint a császár, én addig szorítom ezeket, amíg élek. Én ezt a részt is adnám, ha lenne valamilyen ilyen tervem, mint a császárnak, hogy fel kell égetni a birodalmat abban az esetben, ha én meghalok. Már ezt inkább ne csináljuk, mert elég gyakran meghalok. Szóval... ez ilyen... Fú, ez így elég para lett volna, ilyen 3-4 évente felégetni egész Európát. Gazdaságilag nem állnánk annyira jól. Ez szép. Megérezték volna valószínűleg. Fejlesztem itt pár száz éve a gazdaságot, és aztán minden egyes alkalommal, amikor meghalok, akkor egy kicsit felégetem. Ja, csak egy picit. Csak egy-két megyét. Elértünk a végére? Elértünk a végére a mai napnak. Úgyhogy egy gyötrelmes 11 év még vár ránk. Jövő héten vagy, amikor legközelebb ezt tudjuk hozni. Egy pillanat, el akarom menteni. Na, majd utána levezetjük a feszültséget. Igen, képzeljétek el, azt mondta Balázs, hear me out, ezt el kell mesélnem, mert különben senki sem fogja elhinni. Azt mondta Balázs, hogyha a következő epizódban túl hamar végzünk, akkor mehetünk Helldiversezni. Mert amúgy megvette Sneakyben ő is, csak... Mint hogyha azt mondanád, hogy azt mondta apa, hogy ha hamar elkészülünk a házival, akkor mehetünk ki bicajozni, csak modernül. De hát ezt is mondom. Én gyakorlatilag ezt is mondom. A gyerek már próbálkozik ilyenekkel. Anya ilyenkor azt szokta... Apa ilyenkor azt szokta... Jaj, Balázs! Mókás stream volt ez leszámítva azt, hogy agyvérzést kapok attól, hogy a seregeim nem mozdulnak, amikor kérem, hogy mozduljanak. Jó volt ez. Jó volt ez. Még mindig egyben van a birodalom. Csak sokkal gyengébb egyben. Egyébként a német-római birodalom, ami megfelelő analógia lehetne, az ebben az időben kezd el igazán gyengülni és veszíteni a jelentőségéből IRL, ami nem teljesen igaz, de mondjuk, hogy igaz. Tehát, hogy így végül is működik a fogat, csak máshogy működik a fogat, mint ahogy gondoltuk. Nem azért történik a visszaesés, mert jól van lemodellezve a szimuláció, hanem azért, mert szarul működik a kód. Szarul működik a kód, és emiatt visszaesett a birodalom. A végeredmény ugyanaz gyakorlatilag. Hát jó, igen, elképzelhető, abszolút. Közben nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy szeretném így felfogni a világot. Jaj, Balázs, húzzunk a vérbe. Jaj volt. Köszönöm szépen a mai videójátékozást. Találkozunk a következő megbeszélt időpontban. Ami egyébként... Pontosan. Jelenleg még úgy néz ki, hogy akár lehet is a kedda részemről például. Ja, a kedd nekem jónak tűnik, csak nem akarok ígérni semmit. Ja. Nyilván. Nyilván. Same. Na jó van. Jó éjszakát, üdvönézőidnek. Nem streamelsz, mert esett tovább, ugye? Üdvönézőidnek nem. Akkor jó hosszú étvégét mindenkinek majd, mert nincs sok hátra, tartsatok ki addig. Így. Ne csőke. Sziasztok.
Hú, srácok, én ennek a streamnek a végére nagyon elámosodtam. Mert ez így valószínűleg érződött is, mert hogy így tudjátok, így próbáltam így elmondani a dolgokat, de nem sikerült elmondani a dolgokat. Szóval, hogy nagyon-nagyon elámosodtam itt a végére. És nem tudom nem eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire nagyon idegesítő ez a dolog. Ezzel a laggal. És hogy az a helyzet, hogy ez így nem nálunk van. Kiszívott a demokrácia osztás? Hát a nap inkább, szerintem. Majd holnap meglátjuk egyébként, mert a holnapi nap az izgi lesz. Kicsit reménykedem benne, hogy ilyen szuper egyszerű lesz most már, és most már tényleg minden előre van, elő van készítve, és minden el van, értitek? De majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy a holnapi nap az mennyire lesz könnyű. Viszont holnap is lesz stream, és ha minden igaz, akkor holnapra tervezem egyébként az Elden Ringet. Ami, hogyha fáradt leszek, akkor nem lesz egy nagyon jó ötlet. Abban viszonylag biztos lehettek, hogyha fáradt leszek, akkor ez nem lesz egy nagyon-nagyon jó ötlet. De erre majd visszatérünk. Holnapra kitaláljuk, úgyhogy lesz holnap estei stream, és lesz csütörtök estei stream, és csütörtök este lesz a Stardew Valley egyébként. A csapattal, az biztos. Úgyhogy lesznek még nagyon király streamek a hétvégén, viszont én már elbúcsúzom, mert itt az ideje már pihenni. Mentek valakihez, mindjárt kitalálom. Perid de Martin Stark. Úgy, oda mentek Istennek hírével. YouTube-on ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, Twitch-en, meg YouTube-on meg bekövetni az adott platformot, meg a másik platformot, meg a minden platformot, és egyébként jó pihenést. Érezzétek jól magatokat, találkozunk holnap este. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!